Jó napot kívánok! Tisztelt tanácstagok, szeretettel köszöntöm valamennyiüket és mindazokat, akik figyelemmel kísérik mai munkánkat. A Magyar Nemzeti Tanács 29. rendes ülését megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Erdődi Edvina alelnökasszony, Lulik Jemil hivatalvezető, Rallovszky Gyetvai Tímé a hivatal pénzügyi vezetője, és Bata Péter Brigitta jegyzőkönyvvezető lesz a segítségemre. A tanács hivatalos jelenléti nyilvántartás alapján megalapítom, hogy jelen van 30 tanácstag, így a testület határozatképes, a mai ülésről távolmaradását igazolta Káló Béla. A mai ülésre meghívtam Somogyi Tündét, a Szekeres László Alapítvány, és Bozsony Istvánt, a Pannonia Alapítvány ügyvezetőjét, Schneider Sára Ildikót, az Európa Kollégium igazgatóasszonyát, Katona Novák Ágnest, a Szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény megbízott igazgatóját, és Bálint Zoltánt, a Magyar Kanizsai Székhelyi Vajdasági Birkozó Akadémia Alapítvány ügyvezetőjét, aki mai élősünkön sajnos nem tud jelen lenni. Célom ugye az volt, hogy személyesen szóljanak alapítványuk, illetve intézményük 2021. évi munka és pénzügyi jelentéséről, illetve 2022. évi tervdokumentumokról. Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács, hétfőn, február 21-én ünnepeltük az anyanyelv nemzetközi világnapját, amely ebben az évben nem csak a föld nyelvi sokszínűségére, gazdagságára és az anyanyelv teljes körű használatának jelentőségére emlékeztetett bennünket, hanem a modern technológia lehetséges szerepére is a többnyelvű oktatás elősegítésében, valamint a minőségi tanítás és tanulás támogatásában. Audrey Azoulay, az UNESCO főigazgató asszony azonban az anyanyelv nemzetközi napi alkalmából arra is felhívta a figyelmet, hogy mivel az internet a nyelvi uniformizálódás veszélyét is magában rejti, azzal is tisztában kell lennünk, hogy a technológiai fejlődés csak addig szolgálja a többnyelvűséget, amíg mi is megtesszük a szükséges erőfeszítéseket ennek biztosítására. Erre jó példa a mai ülésünk is. Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács, 29. rendesülésünk napirendjének megállapítása következik. Az ügyrend értelmében a tanács a napirendről vita nélkül szavaz. Kérdezem a tisztelt testületet, hogy elfogadja a kiküldött napirendi javaslatot. Kérem, kész felemeléssel szavazzanak. Ki fogadja el a javasolt napirendet? Harmincegyen, közben Szlákó József is megérkezett. És mindjárt Pletik Oszit Ildikó is. 31-en támogatták, ki van ellene, tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Most pedig a következzen az egyes napi rendi pontok tárgyalása. A Magyar Nemzeti Tanács 28. rendesülése jegyzőkönyvi kivonatának elfogadása következik. A vitát ezennel megnyitom. Ki kíván hozzászólni az előző ülésünk jegyzőkönyvéhez? Amennyiben senki, bezárom a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Magyar Nemzeti Tanács 28. rendesülése jegyzőkönyvi kivonatának elfogadását? Igen, ellene szavazott-e valaki, tartózkodott-e valaki, tehát egyhangulag elfogadtuk, köszönöm szépen. A tanács ügyrendje 32. szakaszának 8. bekezdésével összhangban előterjesztések együttes megvitatását javaslom. Ezúttal a második, a harmadik és a negyedik napi rendi pontokét, tekintettel arra, hogy azok témája a Magyar Nemzeti Tanács munka és pénzügyi beszámolójának és zárszámadásának elfogadásával kapcsolatos javaslatom szavazásra bocsátom. Ki fogadja el a javasolt napi rendi pontok összevonását? 31, igen, tehát egyhangulag elfogadtuk. A Magyar Nemzeti Tanács 2021. évi munkabeszámolójának elfogadásával kapcsolatos napirendi ponttal kapcsolatban én lennék az előterjesztő, a harmadik napirendi ponttal kapcsolatban, és a negyedikkel pedig Gyerasz Anikó, és megkérném majd az előterjesztések után, hogy Rallovszky Gyetvai Tíma szóljon hozzá a zárszámadás. Köszönöm szépen, és akkor az előterjesztést meg is tenném. Tisztelt Magyar Nemzeti Tanács!
Testületünk számára az a közös döntés, amely szerint 2021 a nemzeti újrakezdés éve lesz, valójában azt jelentette, hogy a saját, a szerbiai kisebbségi érdekvédelem és az anyaország által megfogalmazott kiemelt célokhoz illeszkedve még inkább hozzájáruljon ahhoz, hogy a vajdasági magyarság szülőföldjén magyarként élhessen, megmaradjon és boldoguljon, és hogy a felnövekvő új nemzedékek is megtalálják helyüket és szerepüket abban, hogy közösségünk értékeit és érdekeit szem előtt tartva változó világunk aktív alakítói legyenek mindenekelőtt itt szülőföldünkön. Ennek megvalósításához viszont folytatni kellett azoknak a korszerű feltételeknek a megteremtését, amelyek között tehetséges, széleslátókorú, nyelveket beszélő, nemzetközi tapasztalatokkal felvértezett, nemzetüket szerető fiatalok bontakozhatnak ki, teljesedhetnek ki az élet minden területén. Szülőföldjük és nemzeti közösségük érdekeit képviselve. Közös jövőt ugyanis csak akkor építhetünk, olyan fiatalokat tudunk felnevelni, akik a globális verseny közepette és magabiztosan tudnak részt venni a magyarság jövőjét meghatározó hazai és nemzetközi vitákban és döntésekben, az összmagyarság felemelkedését szolgáló közéleti párbeszéd és kultúra fejlesztésében, méltón képviselve a vajdaság és az összmagyarság kulturális, gazdasági, társadalmi kapcsolattartását és sportéletét. Ezt úgy kellett összehangolni az egyes területeken folyó munkával, hogy közben naponta szembesülnünk kellett a világjárvány okozta újabbnál újabb kihívásokkal. Hála Magyarország kormánya támogatásának annyi újító szándék fejlesztést tenni és segíteni akarás halmozódott fel az elmúlt néhány évben, hogy a már befejezett beruházások hasznosulásán kívül a megkezdett fejlesztések egy részének 2021 nem csak befejezését, hanem működtetését is magával hozta. Szabadkán átadásra került egy új magyar bölcsöde és óvoda, folytatódott maradékon a szorványóvoda építése, felavatták a Vajdasági Birkozó Akadémiát Magyarkanizsán, de nem volt olyan köznevelési és felsőoktatási magyar intézmény sem, amely az elmúlt 3 évben ne részesült volna a Magyar Nemzeti Tanács jelentősebb támogatásában. Tavaly is megkülönböztetett figyelmet szenteltünk a sajátos igényű magyar diákokat segítő oktatási intézményeknek is. A tanács felsőoktatási fejlesztési koncepciójának megvalósítása is folytatódott. 2017-ben kezdődött el az Újvidéki Egyetem magyar tannyelvű tanítóképző kara épületének teljes körű felújítása, és várhatóan az építkezések 2022 nyaráig befejeződnek. A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola fejlesztése és jogi státusának rendezése tavaly is kiemelt stratégiai feladatunk volt. Az Entai Székhelyi Prosciencia Naturae Alapítvány folytatta az Entai Felsőoktatási Képzőközpont leendő épületének átalakítását. Tovább bővül a Kárpát-medencei Felsőoktatási Tér Szabadkán, a Szekeres László Alapítvány tulajdonában lévő 2 épület felújításával, valamint a felsőoktatás és a kulturális közösségi tér szétválasztásával. A 2 ingatlan felújítás hosszú távon minőségi és tartós megoldást biztosít majd, hiszen lehetővé válik a felsőoktatási, a szakmai pedagógiai és a kulturális pedagógiai képzési tevékenységek szétválasztása. Az egyik felújított épület 2002. márciusában már átadásra is kerül. Az elmúlt 3 évben a kultúra és a közművelődés, valamint a kulturális örökség intézményi rendszerének fejlesztése, a kultúra közösségi terei tulajdonviszonyának tartós rendezése, tovább a kultúra közösségi tereinek kialakítása, építése, felújítása, berendezése is, felszerelése állt figyelmünk középpontjában. 2021-ben a magyar művelődési házak és közösségi terek egy része megújult, míg a többinek a felújítása 2021-ben elkezdődött. Különösen örülhetünk annak, hogy Bács-Kertesen, Doroszlón, Szilágyin, Tiszaszentmiklóson és Palánkán a helyi magyar művelődési egyesületek befejezték hosszú évek óta tartó beruházásaikat. Fogarasson felszentelésre került a fajul új temploma, sok egyházi épület részbeni felújítása is befejeződött Hajdújáráson, Ludason, Tornyoson, Törökkanizsán, Zentán, ugyanakkor az idén folytatódtak a templom felújítások is. A következő néhány évben számos templom felújítása fejeződik majd be, de fontosnak tartjuk azokat a helyi fejlesztéseket, egyházi fejlesztéseket is, amelyek már a 21. század idegenforgalmi elvárásainak is igyekeznek eleget tenni. Ezek közül a 3 legjelentősebb beruházás az Aracsi Pusztatalami templom és környezete, a Szabadkai Szent Teréz Székesegyház és a Zsabjai Római Katolikus templom műemléki helyreállítása és örökségvédelmi fejlesztése.
Az elmúlt év kulturális életét leginkább az jellemezte, hogy mindaz, ami 2020-ban a járványhelyzet miatt elmaradt, most nem csak pótlásra került, hanem újabb művelődési rendezvényekkel, közösségi és sporteseményekkel gazdagodott. Elmaradt viszont a Tanya Színház 2021. évi turnéja. A társulat, miután megszakította a turnéját, többi előadását estéről estére kavillón adta át. Az elmúlt két év a médiát is nagy kihívások elé állította, mindenek előtt a média identitás erősítő és identitás formáló hatását. Ezzel párhuzamosan pedig az internetes tartalmak olyan irányú fejlesztését, hogy azok mindenhova eljussanak, ahol magyarok élnek. A Magyar Szó és a Hét Nap lapkiadók működését még az is nehezítette, hogy működési költségei, különösen a papírhiány és az egekig szökő papírár miatt drasztikusan megnövekedtek. A tanács a jövőben is iránymutató elvként tekint tájékoztatási bizottságának állásfoglalására, amely elengedhetetlennek tartotta a rendszeres tartományi támogatás legalább 25%-os 2022. évi növelését. Tavaly sem lehetett fontosabb feladatunk annál, mint hogy anyanyelvünk mindenhol fennmaradjon, és közösségünket versenyképessé tegye azáltal is, hogy tagjai anyanyelv használati jogaikat ismerik és használják, de mely arra ösztönzi a többségi nyelven beszélőket is, hogy beszélő partnereink tudjanak és akarjanak lenni a hivatalban, az utcán, az élet minden területén úgy, hogy anyanyelvünk a nyelvek közötti versenyben sikeresen helytállhasson. Ezt segítette a tanács 2021. évben elfogadott hivatalos nyelv és íráshasználati stratégiája is. A tanács a koronavírus járvány okozta helyzet miatt alapszabályával összhangban 5 rendes és 4 elektronikus ülést tartott. A testület rendes üléseit áthelyezte a Magyar Médiaház első emeleti stúdiójába, ahol könnyebben lehetett eleget tenni a járvány miatt meghozott óvóintézkedéseknek. A tanács összesen 434 napi rendi pontot vitatott meg, és 428 döntést hozott. Ezek közül 366 a végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyása volt, míg 49 záradék, 8 határozott és 5 végzés született. Kérem önöket, hogy a Magyar Nemzeti Tanács 21. évi beszámolóját a vita után fogadják el, most pedig Jarosz Anikónak, a végrehajtó bizottság elnökasszonyának adnám át a szót, hogy a tavalyi pénzügyi jelentésről és az árszámadásról szóljon. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanácstagok! A pénzügyi beszámoló kapcsán engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a Magyar Nemzeti Tanács 2021-es évi pénzügyi beszámolójának összefoglalója a tanács 2021. december 29-én elfogadott költségvetésének, kontóit, bevétel és kiadási tételek megnevezéseit, tartalmaz oszlopait, a tervezett összegeket, a 2021. január 1-től december 31-ig megvalósult költségeknek és a maradványösszegeknek a mutatóit tartalmazza. A Magyar Nemzeti Tanács 2021-es évi költségvetésének bevételi oldala 1 milliárd 769 millió 173 255 dinára vonatkozott, amelynek mintegy 99%-át sikerült megvalósítanunk a tavalyi évben. Az 1%-os eltérés oka a nem megérkezett önkormányzati támogatások, valamint a betervezett, de nem megérkezett külföldi államok adományai tételen szereplő magyarországi támogatások és a december végén megérkezett támogatás árfolyam különbsége. A kiadási oldalon szereplő tételek a tervezettek szerint valósultak meg kisebb eltérésekkel. A programok nem naptári évhez köthető megvalósulása miatt az egyes kontókon található maradványösszegek a 2022-es évben kerülnek majd felhasználásra, illetve néhány program esetében, amikor meghaladtuk a tervezett költségeket, azt egyéb programok kontóinak terhére számoltuk el. A kontók alapján megtekinthető a megvalósulás kiadási oldala, mely 715 millió 193 ezer 171 dinár. A programok nem naptári évhez köthető megvalósulásából adódó 1 milliárd 53 millió 980 ezer 84 dinár különbség a 2022-es évben kerül majd felhasználásra, és a 2022-es évi költségvetés 2021 évi nem felhasznált eszközök elnevezésű tételek alatt fog majd megtalálható lenni. A zárszámadás kapcsán engedjék meg, hogy indoklásként annyit mondjak el, hogy a
tanács, mint kisebbségi önkormányzat a költségvetését és annak megvalósulását a bevételeinek és a kiadásainak sajátossága miatt a költségvetési intézmények részére előirányzott számlakeret kontói alapján vezeti, viszont a törvény egyéb jogi személyként kezeli a nemzeti tanácsokat, és a zárszámadásuk az egyéb jogi személyeknek előírt formában kell, hogy benyújtásra kerüljenek. A tanács zárszámadása három részből áll, az állománymérlegből, az eredménymérlegből és a statisztikai jelentésből. Az állománymérleg a tanács eszközeit és eszközforrásait tartalmazza, amelyek álló és forgó eszközökből állnak. Az álló eszközök alatt a nem anyagi vagyon és a megvásárolt felszerelések, berendezések költségeinek amortizált összegeivel helyettesített változatát, valamint a hosszú lejáratú pénzügyi kihelyezéseket értjük. A forgóeszközök a tanács azon eszközeinek az összege, amelyek nem képzik hosszú ideig a szervezet vagyonát, ilyenek például az előlegek kifizetése, az újság előfizetések, a szülési szabadságok munkabéreinek megtérítése és az ehhez hasonló kiadások. Az eszközforrások befektetésekből és hosszú lejáratú tartalékokból, kötelezettségekből állnak. Az eredménymérleg a tanács ügyviteli, pénzügyi és egyéb bevételeit, kiadásait, valamint az ezekből keletkező különbséget, nyereséget és veszteséget mutatja ki. A statisztikai jelentés a tanácsra vonatkozó adatai általános adatokból, követelésekből, kötelezettségekből, egyéb költségek és kiadások tételből és egyéb bevételekből és egyéb adatokból állnak. Tisztelettel kérem a Magyar Nemzeti Tanácsot, hogy a 2021-es pénzügyi beszámolót és a 2021-es évi beszámolót a tanács alapszabálya és ügyrendje alapján fogadja el és támogassa. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, és mielőtt a vitát megnyitnám, Ralbowski Gyetvai Tímeának átadnám a szót egy technikai korrekcióval kapcsolatban, amely a zárszámadás eredménymérlegéhez kapcsolódik, és megkérném, hogy mint pénzügyi vezető tegye meg a javaslatát. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanácstagok! Az eredménymérlegünkben az 1043-as tételnél történt egy technikai jellegű gépelési hiba. A kiadások többlete a bevételek felett a számviteli politikai változások hatásaiból. Tételnél nem került beírásra a 20-as szám, ami 20 ezer dinárt jelent. Ennek következtében a bevételek többlete a kiadások felett az előző naptári évre vonatkozóan 215 ezer dinár helyett 195 ezer dinár kell, hogy legyen, és az összegzésnél is a nettó bevételek többlete a kiadások felett 215 ezer dinár helyett 195 ezer dinár kell, hogy legyen. Ez ugye érdemi és lényegi szempontból a 2021. évi zárszámadás eredmény mérlegét nem érinti, ezek az előző évre vonatkozó technikai jellegű számok, adatok, és itt történt egy gépelési hiba. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tehát egyszerűbben mondva, a könyvelési zárszámadás elkészültekor az előző évi, a 2020-i évnél egy tétel, 20 ezer dináros tétel kimaradt, és ebből adódóan ezeket a korrekciókat a vita után módosító ülésvezetési záradékkal igyekszem majd módosítani, de a mai vitát, amelyet ezennel megnyitok, nem befolyásolja ez a technikai hiba. Tessék, ki kíván szólni a három napi rendi ponttal kapcsolatban? Novák Anikó. Köszönöm. Tisztelt elnök úr, tisztelt Magyar Nemzeti Tanács. Néhány megjegyzést szeretnék fűzni, illetve egy kérdésem lenne a beszámolóval kapcsolatban. Hát egy tetemes munka áll mögött, látszik ebből a beszámolóból is, és igen, tetemes volt ennek a hatalmas anyagnak az összeállítása is. Tehát gondolok itt a beszámolóra, tényleg, hogy pontosan lehessen ezt végigkövetni. Úgyhogy ezért abszolút gratulálni szeretnék. Elnök úr itt is elmondta az elején a fiatalok kibontakozásának a segítését, és egyetértek abban, hogy ez hihetetlenül fontos. Az, hogy miért űzzük el őket, vagy miért űzi el őket a közösség, az meg egy teljesen más lapra tartozik, de azt gondolom, hogy ezt is azért el kell mondani itt ezzel kapcsolatban.
A kérdésem, amire vonatkozik, lehet, hogy én nem figyeltem eléggé az előző anyagokban. Ezt is aláírom, itt a Szekeres László Alapítvány tulajdonában lévő két épületre vonatkozik. Azt jónak látom, hogy végül is a VM4K is rájött, vagy érzékelte azt az összvér jelleget, amit már annyiszor elmondtunk, vagy elmondtam főleg én az üléseken, hogy szét kell választani, és igen, tehát csak úgy lehet, hogy szétválasztjuk ezeket a tevékenységeket. És akkor csak arra, tényleg arra szeretnék választ kapni, hogy pontosan hogy is alakulna ezeknek az épületeknek a funkciója. Nem teljesen értem, és a Szekeresnek ugye, tehát beszámolója van, tehát abból az anyagból sem kaptam ezekre annyira pontos választ. Hát ami meg természetesen ezzel kapcsolatban még mindig a véleményem, és tehát ígérem talán, hogy utoljára mondom ezt el, hogy a Kárpát-medencei felsőoktatási teret meglátásom szerint nem így kell építeni, hanem még mindig jobbnak tartom azt az irányt, ami mind az MNT-nek, mind a VMS-nek a politikájával ellentétes, tehát az egyetem, tehát egy szabadkai, vagy egy tehát más vajdasági magyar menedzsmentű egyetemnek a megalapítása. Tehát egyre inkább építkezünk e felé, de nem látom azt, hogy ez lenne a cél. Hát nagyjából azt gondolom, hogy ezek azok a dolgok, amiket szeretnék kiemelni, és ennyi. Köszönöm szépen. Tessék, ki kíván hozzászólni? Kucsera Géza, utána pedig Paskó Csaba. Tisztelt elnök úr, elnökség, tisztelt tagok! Én is nagyjából elismételem azt, amit Anikó mondott, hogy egy hatalmas munka van befektetve a jelentésekbe, a bemutatásokba. Az elnök úr meglepett bennünket egy jó házi olvasmánnyal. Egész héten volt mit csinálni. Próbáltam figyelmesen végigolvasni, végigcsinálni, és olyan meggyőződésem van, hogy az MNT rengeteget tett, ami dicséretes, és jó, hogy az itteni magyarság érdekeit képviseli. Azonban az ördög a részletekben van elbújva, és az ember, ha figyelmesen olvas, rátalál olyasmire is, ami hát nem mindig tetszik neki. Egy talán mellékes kérdés, és talán kicsinyességnek tűnik, amit most mondok, de szeretnék az elnök úrtól választ kapni egy kérdésre. Ha már a Nemzeti Tanács nevét használja bizonyos helyzetekben, akkor szeretném tudni, hogy minek alapján választotta ki azokat a kiránduló tagokat, akik különböző kirándulásokon vettek részt, amit az MNT szervezett. Ugyanis tudom, hogy Nyugodt bácskát összejárta egy csoport, hogy ki a tagja, nem tudom. Tudom, hogy 2 évvel ezelőtt Aldunán volt egy hajókirándulás. Ezekről csak utólagosan, esetleg fényképekről értesültünk, vagy tudtunk valamit, és különben semmi más jelzés nem volt. És kérdezem, hogy vannak itt olyan tagok, akik másodrendűek, akiket nem kell értesíteni, akiket nem kell meghívni. Összejártam ezeket a vidéket, tehát nem vagyok túlságosan kíváncsi rá. Azonban maga az elv, a kiválasztás elve az, ami érdekel, hogyan, minek alapján? Szófogadás alapján? Vagy esetleg büntetésből azok, akik többször felszólalnak, nem mehetnek el ilyenekre? Nem a társaság hiányzott, őszintén szólva, csak az elv, és arra gondoltam, hogy ha itt vannak ilyen különbségek, akkor milyen különbségek lehetnek a többi részben, ott, ahol komoly pénzekről van szó. Például külsősök kifizetése, szerződések aláírása, kik jogosultak erre, kik azok a kivételezettek, akikhez az ilyesmi eljut. Mert úgy látszik ebből is, hogy nem mindenki egyenrangú tagja ennek a tanácsnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tessék, Paskó Csaba. Tisztelt elnök úr,
Tisztelt tanácstagok! Igaz, nem az előttem felszólalók felszólalásához akartam hozzászólni, viszont egyezem az előttem felszólaló tagtársamnak a megnyilvánulásához, hogy egyezem vele, hogy majd beleszédültem, mire végigolvastam, és ez csak egy éves beszámoló. Mint a végrehajtó bizottság tagja, tehát nagyon sok döntésben ott voltam, láttam, és ilyenkor látom, hogy mennyi munka van e mögött. És köszönöm az ellenzéknek is az elismerő szavait. Azzal nem egyezem, hogy mi előzzük a fiatalokat. Azt látom, hogy van egy óriási nagy migráció Európában, fejlett európai országokban is a fiatalok mennek, jönnek, talán gyökértelenül, vagy ez most egy divatáramlat. Erről lehetne konferenciákat tartani. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy minden el vagyunk üzve. Aki akarja, az megtalálhatja magát, és megvalósíthatja itt is. Ebben vitatkoznék. Viszont úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent hozzáadott a Magyar Nemzeti Tanács ahhoz, hogy akik itthon akarnak érvényesülni, azoknak legyenek kapaszkodó pontjaik, és megtalálhassák magukat. Ami véget én most hozzá szeretnék szólni, én az egyházat is képviselve, új püspöke van a Szabadkai Egyházmegyének most már több mint másfél éve. Püspök úrral is többször egyeztetve, beszélgetve üdvözli a Magyar Nemzeti Tanács hatékony tevékenységét, különösen is hálásan és köszönettel gondol, akár az itteni politikum, a Magyar Nemzeti Tanács, vagy főleg a magyar kormány támogatására, amelyből nagyon-nagyon sok templom, új templom épült, nagyon sok templom felújításra került. Hadd mondjam azt, hogy szülőfalum Bajmok temploma is, amely hát egy műemléki épület is egyben végre felújul, helyre kerül, de 25 templom Vajdaságban, új templom, közösségi terek, közösségi házak. Ezek mind olyan dolgok, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy az ember otthon érezhesse magát. Ne romos, ne dohos, ne régi lelakott templomokba, közösségi terekbe legyenek. És ez is nagyon-nagyon fontos. Ez abból a nagyon gazdag és bő beszámolóból is elhangzott, de erre én külön szerettem volna reflektálni, és a Szabadkai Egyházmegye jelenlegi püspök úr köszönetét is innen szeretném nyilvánítani, a Magyar Nemzeti Tanács nyilván közvetítő szerepe van ebben, de elnök úr mondta mindig, hogy hiába van a magyar kormány támogatása, hogyha mi nem vagyunk, és hogyha mi nem akarunk emögé állni, és ha mi nem vállaljuk fel ezeknek a közösségi tereknek, templomoknak a felújítását. Ezt szerettem volna elmondani, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. És úgy gondolom, hogy ez is az ittmaradást erősíti, ha már valaki nagyon el akar menni, akkor úgyis megtalálja az okát, hogy miért. De nem hiszem, hogy ez az oka, hogy bárki is elmegy. Nem mi vagyunk az oka ennek. Ez egy egész másokkal összetettebb. Mi megtettük és megteszünk mindent azért, hogy ez a dolog helyes mederbe menjen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Mészáros Zoltán doktor. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő társaim, kedves tévénézők! Azt szeretném mondani, és arra szeretnék rámutatni, hogy a bő beszámoló mögött rendkívül szerteágazó munka van. Ugye a beszámolóból mindenki azt, hát hogy is mondjam, jegyzi meg, ami leginkább érdekli. Például, ugye én történész vagyok, és ugye nem vagyok műemlékvédő, viszont archeológiát tanultam, és az Aracsi Puszta templommal kapcsolatban is találunk említést a kiküldött anyagban, és tudjuk, hogy rendkívül szerteágazó tárgyalásokat kellett lebonyolítani az itteni
és a magyarországi műemlékvédők között, és ezt is a Magyar Nemzeti Tanács vállalta, és ez is volt olyan fontos és időt igénylő feladat, mint akár az óvodák, mint akár a templomok felújítása. Úgyhogy ezt erre a beszámolóra úgy kell tekinteni, mint a munka egy kivonatára. Köszönöm a figyelmet. Tessék, ki kíván hozzászólni. Petkovics Márta kér szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt Magyar Nemzeti Tanács. A beszámoló egy része az oktatásra is vonatkozik, és hát valóban én is azt fésültem át, és olvastam el legrészletesebben és legfigyelmesebben, hiszen magam is része vagyok ennek az oktatással kapcsolatos munkának, és ebből a beszámolóból láthatták, hogy folyamatos a tankönyveknek a fordítatása és az írása. Ezeknek a tankönyveknek a véleményezését is elvégzi a Magyar Nemzeti Tanács, illetve felkéri azokat a legjobb szakembereket, akik ezt a munkát el tudják végezni. Nekik juttatás jár ezért, tehát itt vannak külön szerződések. Ugyanakkor azt is el kell, hogy mondjam, hogy 170 munkatársunk dolgozik ezeken a tankönyveken. Beszámolóban el tudták olvasni, hogy mely tankönyvek kerültek eddig elfogadásra, és jó hír az, hogy tovább folytatjuk a tankönyveknek a fordítatását, illetve a gimnáziumok számára a magyar nyelv és irodalom tankönyveknek a megírását. Itt emelném ki, hogy a gimnáziumok második osztályára a szerzőpáros már is leadta. Kíváncsian várjuk, hogy ősztől a diákok kezébe kerülhet-e, ugyanakkor várjuk az elsős gimnáziumi tankönyveket is magyar nyelv és irodalomból. Jól haladunk, a harmadikos gimnazisták ősztől az összes tantárgyból, kivéve a matematikát, hiszen az még szerb nyelven sincs elfogadva, készhez kapják. Már is az MNT-ben vannak véleményezésen a harmadikos tankönyvek, zenekultúra, fizika, számítástechnika, és ne soroljam tovább. Tehát én azt hiszem, hogy az elmúlt 4 évnek az eredménye a tanárok és a diákok, valamint a szülők segítségére van mindenképpen, főleg most, amikor az elmúlt időszakban, majdnem 2 év alatt az online oktatás is ugye jelen volt, tankönyv nélkül ez nem megy, és ami még fontos, a beszámolóban is benne van, hogy a versenyteszteket és a már a nagy érettségi kidolgozását magyar nyelvből, illetve a tantárgyaknak a fordítását, tehát végezzük. Én azt hiszem, hogy mindenre odafigyelt az oktatási tevékenységgel kapcsolatban a tanács, és én azt hiszem, hogy az oktatás terén kiemelkedően jól teljesített minden téren a Magyar Nemzeti Tanács. Köszönöm szépen. Szépen, tessék, ki kíván még hozzászólni. Amennyiben nincs jelentkező, akkor röviden válaszolnék a kérdésekre. Novák Anikó kérése, hogy szétválik a VM4-ke és a Szekeres László Alapítvány 2 épülete, tehát az oktatási rész, a másik pedig a kulturális kultúrafejlesztő tevékenység. Ezt úgy gondolom, hogy amikor elindult az egész folyamat, elsősorban oktatási központként a nevében is, ugye képző kutatási és kulturális központként indult el. Ennek a kinövése és Szabadka határain való túllépésével fontosnak tartjuk ezt. A Szekeres László Alapítványában ebben konkrét, a jelentésében konkrét utcanév, egy év is megnevezés van. Tehát ahol most van az intézmény, ott megőrződik, ott megmarad a felsőoktatási képzés, professzorlakásokkal, egyebekkel, és a másik helyszín pedig itt a
fasizmus áldozat egy téren lesz egy másik épület, ahol kimondottan a kultúrára lehet koncentrálni, és azokat a programokat összehozni és idevonni. Nagyon köszönöm azt is Novák Anikónak, hogy megemlítette, hogy a felsőoktatáson belül milyen folyamatok vannak. És hogy ugye ez nem két ellentmondó dolog, hanem azt látjuk például a magyar tannyelvi tanítóképzőkaron, ahol szinte minden föltételt most már biztosítunk ahhoz, hogy itt a felsőoktatást, az állami rendszerben működő felsőoktatást minél magasabb szintre emeljük, és a szakok akkreditációja jelent a legnagyobb gondot is. Ebből adódóan, tehát az, hogy nekünk hány doktorandusunk van, hány fiatal, ezeknek a bekapcsolása, bevonása ahhoz, hogy megfelelő iskolai végzettséggel működjön, és jól tudjuk, hogy se a Makovész program, se az Erasmus program nem segít rajtunk abban, hogyha nincs egy-egy karnak saját foglalkoztatott embere, hogy akkreditáltasson szakokat. Tehát a legnagyobb gond pontosan ez, és az, hogy mivé növi ki magát, ezt az idő megmutatja, de a tendenciák azt hiszem, hogy egyértelműek valamennyiünk számára, és van még egy nagyon fontos dolog, amiről majd az oktatási stratégia kidolgozásánál kellene beszélni, és a szerbiai oktatási rendszer törvénykezés nem ismer, ez a kétszakos képzés, és ennek a lehetőségét kellene szintén gyakorlattá tenni. Én úgy gondolom, nem csak a kisebbségek, nem csak a magyar közösség érzi ennek a hiányát az oktatási rendszerben, hanem a kis szerb falvakban is mind nyilvánvalóvá válik. Tehát amikor ezekben a dolgokban gondolkodunk, tehát az óvodától az egyetem felé haladva, akkor ezek mind valahol ott vannak. Ez egy nagyon nehéz folyamat, hiszen maga a törvény, a szerbiai törvénykezés nem ismeri ezeket a fogalmakat. Az, ami nekünk és Európában teljesen magától értetődő, itt nem. Tehát sok olyan dolog van, egyebek között most készül az akciótervnek egy újabb változata. Emirre nézek, mert hogy ő ennek a munkacsoportnak az egyik tagja, ahol pontosan ezeket próbáljuk behozni kisebbségi érdek szempontjából, miért lennének fontosak és jelentősek. Kucsera Géza fölvetésével kapcsolatban annyit mondanék, hogy elsősorban a hivatal munkatársaival bonyolítottuk le ezt a kirándulást azzal a céllal, hogy minél többen, hogy minél jobban megismerjék, ne csak papír alapon találkozzanak naponta ezekkel a helyszínekkel, ezekkel a közösségekkel. Magamra vállalva azt a felelősséget és kritikát, és azt a megfogalmazott igényt, örömmel teszünk eleget, bármi hasonló kirándulás lesz a teljes nemzeti tanácsot, nem pedig csak akik bejelentkeztek, meg fogjuk hívni, ezt meg tudom ígérni. És biztos vagyok, hogy még ebben a mandátumban egy hasonló kirándulást szervezni fogunk. A tiszteletdíjakkal kapcsolatban azt hiszem, hogy Petkovics Márta már részben választ adott, tehát nincsenek kedvezményezetek, a legjobb szakembereket próbáljuk megtalálni. Nagyon kevesen vannak, és nagyon kevés olyan ember van, aki kiváló fordító, kiváló lektor, korrektor. Itt tudni kell, hogy két szinten futnak a nyelvi ellenőrzések. Egyrészt ugye a szerb nyelvről lefordított tankönyvek, azok, amikor a Nemzeti Tanácshoz kerülnek, azokat mi ismét recenzió alá vetjük, újra ellenőriztetjük, és ha hibák vannak, ugye újabb lektorálásra adjuk, újabb problémákra, egyebek között az egyik tanár, egy kiváló közreműködőnk szóvá is tette, hogy ő kimaradt a tankönyvből, mert hogy ő a Nemzeti Tanács recenzióját készítette el, az pedig nem a szerzőséghez és nem a könyvkiadáshoz kapcsolódik, és hát épp most remélem, hogy személyesen is majd meg tudom magyarázni ezeknek az okát, ugye, hogy itt két szinten folynak a munkálatok, így is hibák maradnak benne, de úgy gondolom, hogy elindultunk, fontos volt, és hát a karácsonyi csomagunkban, vagyis az újévi csomagunkban a Vajdasági Láda fia is egy olyan minőséget hozott, gondolom, hogy akinek volt ideje belelapozni, az megtapasztalta, láthatta, hogy 4 év anyagát hogy próbáljuk összevonni, emellett pedig történelemből készülnek a segédkönyvek, és körülbelül ezek a kérdések merültek föl, és hát én a hivatal nevében szeretném megköszönni, és a végrehajtó tanács nevében azt az elismerést, amit itt hallottunk. Én is úgy gondolom, hogy hihetetlenül nagy munka, és hát maga a kronológia is arról árulkodik, hogy tényleg ahol lehet, ott igyekszünk ott lenni, jelen lenni, és a közösséget erősíteni. A fiatalok elvándorlásával kapcsolatban azt szeretném még elmondani, hogy nagyon-nagyon nagy teher nehezedik iskolára, közösségre, nemzeti tanácsra,
és hát amiben lehet, most például azt tettük meg a szakiskoláknál, ugye itt Szerbiában is, Belgrádban most nyílott egy ügynökség az Erasmus Plus szakképzési utaknál, hogy kizártuk azokat az országokat, ahova a gyerekeink utazhatnak, amely vonzó lehet számukra. Tehát egy Magyarország, egy Ausztria, egy Németország nem jöhet számításba, viszont Törökország, Görögország, Románia, Spanyolország, Portugália, ezek az országok viszont számításba jöhetnek, és hát örülhetünk annak is, hogy egy pályázat az nyertes is lett már az első körben, a másik pedig várólistán van, és már egy újabb kör indult most februárban. Tehát amiben lehet, odafigyelünk az iskolákat is, arra kérjük a vezetőket is, hogy arra ösztönözzük, biztassuk az embereket, hogy itthon járjanak tovább, tanuljanak tovább, és hát most láttuk ennek is a szép példáját, a Zombori és a Zentai Gimnázium maga is hasonló Edu Expo hirdetett meg, és szinte minden kar ott volt, képviseltette magát. Tehát érezzük ennek a kockázatát, az elvándorlás viszont azt hiszem, hogy Novák Anikó is azt említette, hogy nem rajtunk múlik, amit lehet emberileg megtesz az ember, nyilvánvalóan, hogy gazdaság és sok más fejlődés, választás ugye másként alakulna, a mostani pillanatnyi helyzet pedig egy újabb háború közelsége, nem is látjuk, hogy hogyan, miként fogja alakítani a fiataljaink gondolkodás módját és migrációját. Köszönöm szépen. Tessék, kíván-e még valaki hozzászólni? Amennyiben nem, akkor javasolni szeretném, hogy a hivatal pénzügyi vezetőjének előterjesztésével kapcsolatban az elhangzottakkal összhangban javaslom a tanács ügyrendje 31. szakasza 4. bekezdésének alapján, hogy a tanács ülésvezetési záradékot fogadjon el a technikai jellegű gépelési hiba javítására, mégpedig, hogy az előterjesztett zárszámadás eredménymérleg elnevezésű dokumentumában az 1043. jelzésű tételnél az előző évi összeget jelző oszlopba, mely az előterjesztett anyagban üres volt, a 20-as szám, ez ugye 20.000 dinárt, mert hogy az ezreseket nem tüntetjük fel, az árszámadásba kerül. Ugyanezen dokumentum 1044. jelzési tételénél a 215 szám helyett 195 kerül, ennek következtében pedig a 1047. jelzésű tételnél a 215. szám helyett úgy szintén a 195 kerül. Kicsit komplikált az egész, de azt hiszem, hogy eléggé egyértelmű, hogy a tavalyi jelentésből a könyvelők, amikor vették át, ott egy 20.000 dináros tételt kihagytak, és ebből adódóan nem szeretnénk utólag vagy észrevétlenül hagyni ezt a történetet. Ki támogatja ezt a javasolt ülésvezetési záradék elfogadását? Köszönöm szépen. Egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm szépen. Akkor második napirendi pontunk elfogadását javasolnám, a Magyar Nemzeti Tanács 2021. évi munkabeszámolójának elfogadását. Ki támogatja a javaslatot? 28, igen, ellene kiszavazott. Ki tartózkodott? Köszönöm szépen, négyen tartózkodtak. Szavazattöbbséggel elfogadtuk a Magyar Nemzeti Tanács 2021. évi pénzügyi beszámolójának elfogadását. Ki támogatja? Ellene szavazott-e valaki? Tartózkodó? Köszönöm szépen. És a Magyar Nemzeti Tanács 2021. évi zárszámadásának elfogadását javasolom azzal az ülésvezetési záradékkal, amelyet az imént elfogadtuk. Ki támogatja? Ki van ellene? Tartózkodott-e valaki? Négyen, tehát szavazattöbbséggel ezt a napi rendi pontot is elfogadtuk, és az ötödik napi rendi ponthoz érkeztünk, a 7 nap lapkiadó Kft. Taggyűlési jogokat gyakorló testülete tagjának felmentése és új tagjának kinevezése. Előterjesztőként Jaroszlanikó elnökasszonyt kérem meg. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanácstagok!
Tekintettel arra, hogy a Magyar Nemzeti Tanács által alapított 7 nap lapkiadó Kft. Taggyűlési jogokat gyakorló testületének tagja Brenner János benyújtotta a tanácsnak lemondását, erre a tisztségre szükségessé vált őt felmenteni, illetve a helyébe egy új tagot kinevezni. Így tisztelettel kérem Önöket, tisztelettel kérem a tanácsot, hogy nevezze ki Kozma Lívia kulai lakost, újságírót, a 7 nap lapkiadó Kft. Taggyűlési jogokat gyakorló testületének tagjává a testület folyó mandátumának lejártáig. Természetesen ezen kérelemmel kapcsolatban a Tájékoztatási Bizottság is állást foglalt és támogatásban részesítette. Tisztelettel kérem Önöket, támogassák. Köszönöm a kérelmet. Megnyitom a vitát ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. Kíván-e valaki hozzászólni? Amennyiben nem, mielőtt verekeszteném a vitát, szeretném Brenner János szerkesztőnek megköszönni az eddigi munkáját, nagy hasznát láttuk. Sajnáljuk egy kicsit, hogy a körülmények, a helyzet úgy hozta, hogy nem tudja vállalni tovább ezt a tevékenységet. Ki támogatja a 7 nap lapkiadó Kft. A gyűlési jogokat gyakorló testülete tagjának felmentését és egy új tagjának a kinevezését? Ellene szavazott-e valaki? Tartózkodó? Szavazattöbbséggel elfogadtuk. A Szekeres László Alapítvány 2021. évi munkabeszámolójának és zárszámadásának jóváhagyása következik. Előterjesztő lesz Jaroszanikó, a végrehajtó bizottság elnökasszonya, de szót kap Somogyi Tünde ügyvezető is, akit üdvözlünk. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanácstagok, tisztelt ügyvezető asszony! A Szekeres László Alapítvány 2021-es évi munkabeszámolójának és zárszámadásának kapcsán engedjék meg, hogy elmondjam, hogy a munkabeszámoló bemutatja az általános osztály tevékenységeit, ismerteti a Vajdasági Magyar Képző, Kutató és Kulturális Központ 2021-es évi szakmai tartalmi munkáját, tájékoztat az alapítvány képzési tevékenységéről és az ahhoz kapcsolódó egyéb eseményekről, bemutatja az alapítvány koordinálásában megvalósult kutatásokat, kitér a kulturális közéleti tevékenységre, a megvalósult koncertekre, a gyermekfoglalkozásokra, a kiadványokra és a sajtó megjelenésre is, míg a zárszámadás részletesen indoklással táblázatba foglalva szemlélteti a 2021-es évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Kérem Önöket, támogassák a dokumentumot. Somogyi Tünde ügyvezető. Asszonynak átadnám a szót. Egy kicsit már a témáról beszélgettünk a beszámolóban. Tisztelt elnök úr, tisztelt alelnökasszony, tisztelt elnökasszony, tisztelt végrehajtó bizottság, tisztelt Magyar Nemzeti Tanács. Az alapítvány belső felépítése két részből áll. Az általános osztályból és a Vajdasági Magyar Képző, Kutató és Kulturális Központból. Az általános osztályhoz tartozó feladatokat az ügyvezető, továbbá 4 ügyintéző végzi. A Vajdasági Magyar Képzőkutató és Kulturális Központ felöleli a képzések, továbbképzések szervezését, a kutatói tevékenységet, kulturális közéleti programok, gyerekfoglalkozások, táborok szervezését. A VM4K-hoz kapcsolódó feladatokat egy főosztályvezető és 9 ügyintéző végzi. Az általános osztály tevékenysége közé tartozik az alapítvány tulajdonában lévő ingatlanok felújítása és építetése. Ezek közül kiemelném a Vackor óvoda építését, amely a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében a magyar kormány támogatásával és a Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével valósult meg. Az óvoda alapkövét 2020. június 16-án helyeztük el, és 2021. szeptember 1-én megnyitotta kapuit. Az épület bruttó területe 1681 négyzetméter, a telek nagysága pedig 2420 négyzetméter. A korosztályok szerint elkülönített csoportszobákhoz mellék és egyéb helyiségek is társulnak, valamint több közösségi tér tornateremmel. Külső udvarral, valamint játszótérrel, külön bejáratú konyhai és adminisztrációs részleggel, izolációs szobával és a nevelőknek kijelölt szobával egészült ki. Egy-egy csoportszobához külön-külön öltöző és mosdó kapcsolódik, minden terem, helyiség és közlekedési folyosó és a mozgássérültek közlekedésének is megfelelő módon kerül kialakításra. A padlástérben pedig a magyar tannyelvű tanítóképző kar és a Szekeres László Alapítvány részeként működő Vajdasági Magyar Képzőkutató és Kulturális Központ által szervezett képzések hallgatói végzik gyakorlataikat. Kiemelném még a székházunk udvara mellett megvásárolt ingatlan felújítását, amelynek jelenleg a befejezési munkálatok zajlanak.
Az épület nagysága csupán 80 négyzetméter, két tanterem kerül itt kialakításra, a földszinten egy 36 négyzetméteres terem kap helyet, a padlástérben pedig egy 38 négyzetméteres terem állna a felújítás után a rendelkezésünkre. Ezekre a termekre nagy szükségünk van, hiszen jelenleg a Kárpát-medencei felsőoktatási tér szerves részeként 10 évfolyamon zajlik az képzés. A földszinti terem úgy kerül kialakításra, hogy szükség szerint egyben nyitható az udvarral, így gyakorlatilag az udvarú nagyságát is növelni tudjuk. Az épület homlokzatának tervezésénél figyelembe vettük, hogy összhangban legyen a székházunk épületével. A Vajdasági Magyar Képzőkutató és Kulturális Központ tevékenysége a 2021-ben a közvetlen találkozások lehetőségéről és nehézségeiről szólt. A járványügyi ajánlások tiszteletben tartása mellett a cél a közönség újbóli megszólítása volt, ennek sikerét tartjuk ebben az év legnagyobb eredményének. A programok megvalósítására a 2021-es év járványügyi helyzet okozta bizonytalanság nagy hatással volt. A tevékenységet a hibrid működési modell jellemezte, az online és a személyes jelenléti alkalmak váltakozása volt a jellemző, továbbá a tartalmak, programok párhuzamosan online is elérhetővé, visszanézhetővé váltak. A szervezést illetően a létszám függvényében leginkább a csütörtök estéket érintette az online és a személyes találkozások váltakozása. A képzések tekintetében a fentiekhez hasonlóan szintén az online részvétel és a jelenléti képzések lehetősége váltakozva voltak adottak a járványügyi előírásoknak, ajánlásoknak megfelelően. A VM4-kel 2017. novemberben nyitotta meg a kapuit a felsőoktatási képzésekben résztvevő hallgatók számára. Ekkor két felsőoktatási intézmény 2 év folyamán 30 hallgató tanult az intézményben. Jelenleg a 2021-es, 22-es tanévben pedig 4 felsőoktatási intézmény 7 képzésének 10 év folyamán 139 hallgató vesz részt a VM4K által biztosított képzéseken. A beszámolóból pár adatot ragadnék ki, amely hűen tükrözi a VM4K tevékenységének összetettségét és egyben fejlődését. Januárban és júniusban 6 tábor került megszervezésre 231 gyerek részvételével. Összesen 34 csütörtök este valósult meg, ebből 10 csak online térben megvalósuló találkozás, egy könyvbemutató, 3 lemezbemutató, 6 beszélgetés. 24 személyes találkozás, ebből 5 beszélgetés, 2 színházi előadás, 3 szakmai előadás, 2 könyvbemutató, 2 gyermekkoncert, 1 karácsonyi koncert, 2 nyáresti koncert, 3 zsinagóga koncert, 1 zeneiskola koncert, 3 tótfalusi koncert. A koncerteken 200-tól 4000 ember között mozgott a résztvevők száma. A VM4K immár állandó, de folyamatosan megújuló foglalkozásokkal várja a családokat, amelyek középpontjában a gyermeki kompetenciák, a gyermek-szülő viszony, önazonosság és identitástudat fejlesztése, a játék, mint fejlesztő eszköz áll. A hét minden napjára jut foglalkozás. Összesen 326 foglalkozás valósult meg, amelyet ha leosztanánk az év minden napjára, minden napra jutna legalább egy foglalkozás, a vasárnapokat, ünnepnapokat, a szüneteket és a szabadságokat is beleértve. Ezt foglalkozásra osztva annyit jelent, hogy 34 téged vár az ökosarok foglalkozás, 32 ringató, 34 fedezd fel a tehetséged, 68 helyted rá és 126 szerb nyelvi kurzus. 18 fejlesztő kuckó és 14 mese kuckó került megszervezésre. Az árszámadás kapcsán elmondanám, hogy bevételeink 2021-ben 8 forrásból származtak, nagyrészt a magyar kormány támogatásából végezzük a tevékenységünket az ő segítségével. A kiadások összesítésében pedig mindazon költségek szerepelnek, amelyek az alapítvány és ezen belül a VM4K tevékenységéből adódtak az előző évben. Kérem a Magyar Nemzeti Tanácsot, hogy fogadja el az árszámadást és a beszámoló tervezetet. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is, és megnyitom a vitát. Tessék, ki kíván hozzászólni. Az alelnökasszony, tessék parancsolni. Tisztelt elnök úr, tisztelt Magyar Nemzeti Tanács.
Igazából már az előző napirendi pontoknál fontolgattam, hogy hozzászólok az elhangzottakhoz, de még a Magyar Nemzeti Tanács munkáját közvetlenül is tudom követni. Így, amikor átolvastam ugye a beszámolót a Magyar Nemzeti Tanács munkájáról, akkor is csak ámultam, hogy a 2021-es évben milyen eredményeket tettünk le közösen az asztalra, és ez az ámulat csak tovább fokozódott, amikor a Szekeres László Alapítvány munkabeszámolóját átolvastam. Mindannyian tudjuk azt, hogy a 2021-es évben is még rendkívül erősen jelen volt a koronavírus, és így megszervezni a napokat, az eseményeket, a rendezvényeket, az nem kis kihívás elé állította magát a szervezőt, illetve a szervezőket. A Szekeres László Alapítvány mindezek ellenére az egyik legtermékenyebb évét tudhatja magának, hiszen ahogy az ügyvezető elmondta, átálltak a hibrid működési módra, ami azt jelentette, hogy a jelenléti rendezvények megszervezése mellett online események gyártását is magukra vállalták, és ezzel még nagyobb feladatot, és ezzel egy időben felelősséget is magukra vállaltak ugye a munkatársak. És tette ezt mindezt annak érdekében, hogy a közösségi élményt, a közösséghez tartozás élményét mindinkább elmélyítse, és nagyon sok esetben nyújtott reményt a kisgyermekeket nevelő családoknak, vagy esetlegesen a kamasz gyermekeket nevelő családok számára is, és nem csak azok számára, akiknek ugye gyermekük van, hanem akik, teszem azt, fiatal felnőttek, hiszen számomra egy maradandó élmény volt a nyáron megrendezésre kerülő Bagosi Brothers koncert élménye Palicson, tehát ezért is hálás vagyok és köszönetet mondok, de ugyanúgy, mint a Magyar Szó munkatársa, szeretném kiemelni a Vajdaság Tótfaluba költözik rendezvényt is, hiszen az is egy újszerű kezdeményezés volt, és nagyon remélem, hogy folytatásra fog találni ezen rendezvényük is. A Szekeres László Alapítvány beszámolójáról is szeretnék néhány szót szólni, technikai szemszögből megközelítve. Aki elolvast és aki látta, az szerintem minden joggal és nyugodt lelkiismerettel kijelentheti, hogy egy nagyon részletes beszámolót láthatunk. Nagyon sokszor megfogalmazódtak kritikák az események számát tekintve azzal kapcsolatban, itt minden számszerűsítésre került, ábrákon, grafikákon, bemutatásra kerültek ezek a rendezvények, illetve a rendezvényeken résztvevő személyeknek a száma is, és itt is azt tudom kiemelni, aláhúzni, hogy nem csak megtartotta a rendezvényeknek a számát a Szekeres László Alapítvány és az alapítvány keretein belül működő VM4K, hanem ezeknek a rendezvényeknek a számát évről évre növelte is. Egy szó mint száz, a Szekeres László Alapítvány, a VM4K valóban megkerülhetetlen intézménye lett a vajdasági magyar közösségnek, és arra is szeretnék reflektálni, amikor elhangzik az a véleményem szerint negatív vonatkozásban az összvér jelző az intézmény kapcsán, hogy igazából az egy nagyon erős és egy szívós állat, és ezeket a feladatokat csak azokra pakolják, akik elbírják. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tessék, ki kíván hozzászólni. Amelyben nincs más, berekeztem vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a Szekeres László Alapítvány 2021. évi munkabeszámolójának és zárszámadásának jóváhagyását? Ellene szavazott-e valaki? Ki tartózkodott? Egy. Köszönöm szépen, szavazattöbbséggel elfogadtuk. Az Újvidéki Székhelyű Európa Kollégium 2021. évi munkajelentésének és zárszámadásának véleményezése következik. Jöröszönökú elnökasszonyt kérném meg az előterjesztésre, azután pedig Schneider Sára Ildikó igazgatóasszony fog majd szólni. Tisztelt elnök úr! Tisztelt tanácstagok, tisztelt igazgatóasszony! Az Újvidéki Székhelyű Európa Kollégium 2021-es évi munkajelentésének és zárszámadásának a dokumentumai vannak most előttünk.
A munkajelentés kapcsán engedjék meg, hogy a dokumentum tartalmazza és részletesen beszámol a kollégiumi programokról, a kollégiumi rendezvényekről és eseményekről, és ezeknek a megvalósulásáról. Számszerűsítve bemutatja a kollégium lakóinak évfolyamkénti összeállítását és összetételét. Külön kitér a közéleti estekre, a színház, a koncert és a kiállítás látogatásokra, illetve a kialakított műhelyekre, ismerteti a megvalósított tanfolyamokat, az egyéb aktivitásokat és rendezvényeket, tartalmazza a jogi és pénzügyi, valamint a beruházási és karbantartási teendőkre vonatkozó jelentést, az árszámadás pedig táblázatok formájában részletesen, indoklással áttekinthetően mutatja be a 2021-es évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket. Tisztelettel kérem önöket, támogassák ezeket a dokumentumokat is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Az igazgatóasszonynak átadnám a szót, és mivel azóta nem találkoztunk az eventi ülésen, akkor gratulálok újbóli kinevezéséhez. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök úr, alelnök asszony, tisztelt Magyar Nemzeti Tanács. Ahogyan a korábbi években, a 2021-es évben is törekvéseink a kollégiumban arra irányultak, hogy mindenek előtt a kényelmes bentlakás biztosítása által, valamint a szakkollégiumi élet működtetése által lehetőség legyünk a vajdasági magyar fiataloknak, és hogy ösztönzőleg hassunk a családok döntésében a fiatalok itthon történő továbbtanulása kapcsán. Fontos számunkra, hogy a bentlakó kollégisták jól érezzék magukat intézményünkben, hogy velük együtt alakítsuk a kollégiumi mindennapokat, aktívan bevonva őket a szakkollégiumi programok tervezésébe, figyelembe véve az igényeiket, és ahol csak tehetjük, támaszuk legyünk az egyetemi tanulmányaik során. A COVID világjárvány 2021-ben is sajnos befolyásolta a kollégium működését, de ettől függetlenül a járványügyi előírások szigorú betartása mellett meg tudtuk valósítani a tervezett célokat és feladatokat. A kollégium kapacitásait feltöltve működött. A szakkollégiumunk működését a szakkollégiumi tevékenységünk programjával összhangban szerveztük, azzal, hogy az úgymond élő programok mellett a járványügyi helyzetből kifolyólag voltak olyan programok is, melyeket továbbra is online formában valósítottunk meg. A 2021-es év az Országos Tudományos Diákkori Konferencia éve volt. Most először, hogy a konferenciát online szervezték meg, így a mi diákjaink is a kollégium dísztermében kapcsolódtak be, innen adtak elő, illetve követték az előadásokat. 14 szekcióban összesen 141 kollégista vett részt a konferencián, ebből 7 szekcióban 10 kollégistánk elő is adta szakkollégiumi dolgozatát. A novemberben megszervezésre kerülő 20. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián 26 előadó kollégistánk volt. Külön kiemelném, hogy az OTDK és a VMTDK-n túl jelentős számú egyéb szakkollégiumi konferencián is részt vettek diákjaink a kollégium képviseletében, melyeket elsősorban magyarországi szakkollégiumok szerveztek. Ilyen például a Móra Interdisziplináris Kárpát-medencei Szakkollégiumi Konferencia, a második magyari konferencia, az Eötvös Loránd Tudományegyetem bolyai konferenciája, a Szent Ágotai János multidisziplináris konferencia és mások. Ezeken a szakkollégiumi konferenciákon egyrészt azért tartjuk fontosnak a részvételt, mert kollégistáink általuk ismerkedhetnek másik szakkollégistákkal, jelentős szakmai kapcsolatokra tehetnek szert, és nem mellesleg fejlődik az előadókészségük, vitakészségük. A 2021-es évben a többi programok tekintetében megemlíteném, hogy szokásosan megszerveztük a tanfolyamokat, műhelyeket, közéleti esteket és kulturális eseményekben is, függetlenül a járványügyi helyzettől gazdag évünk volt szervezések szempontjából is, és kulturális intézmények látogatását illetőleg is. A szakkörök tekintetében a már több éven keresztül működő szakkörök mellett újakat is indítottunk, ilyen például a versmondó szakkör vagy a robotika szakkör. Külön kiemelném a kollégium kórusának a működését, amelynek egyrészt nagyon jelentős közösségépítő szerepe van, de a kikapcsolódásra és a hasznos időtöltésre is kiválóan alkalmas. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a kórusunk igen magas szinten működik, hála a kollégistáknak a tehetségének és természetesen a szorgalmának is. A kollégiumi fellépések mellett az év második felében több vajdasági településen is vendégszerepeltek,
kórus találkozókon is képviselték intézményünket. Pénzügyi jelentés tekintetében kiemelném, hogy a kollégium megvalósított költségvetése 91,6 millió dinár volt. Ennek az összegnek a jelentősebb részét, 64,6 millió dinárt anyaországi támogatásból valósítottunk meg a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatása révén és a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT közvetítésével. A kollégium további két forrásból kapott támogatást a 2021-es évben. Ezek hazai támogatások voltak. 2 millió dinár értékben a szerbiai idegenforgalmi minisztérium nem visszatérítendő támogatása volt, amelyben olyan intézmények és jogi személyek részesültek, amelyeknek a tevékenysége valamilyen szinten kapcsolódik az idegenforgalomhoz, és amelyet a pandémia miatt elszenvedett nehézségek leküzdésére szánt a kormány. A másik támogatás pedig 3 millió dinár értékben a tartományi kormány támogatása volt, amely összeg a kollégium épületében történő karbantartási munkálatokra és infrastruktúrális fejlesztésekre irányult. A megvalósított összegből 14,2 millió dinár a 2020-as évből áthozott összeg. A pénzeszközök felhasználása összhangban történt a pénzügyi tervvel, ennek kimutatását az árszámadásról szóló jelentésünkben részletesen elemeztük. Az önök elé terjesztett dokumentumokat a kollégium igazgatóbizottsága megvitatta, elfogadta és véleményezésre javasolta. Megköszönöm önöknek, hogyha önök is megtámogatják azokat. Köszönöm szépen, igazgató asszony. Tessék ki, megnyitom a vitát. Berekezt a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja az Újvidéki Székhelyű Európa Kollégium 2021. évi munkabejelentésének és zárszámadásának véleményezését? Ellene szavazott-e valaki? Tartózkodó? Köszönöm szépen, szavazat többséggel elfogadtuk. 8. napi rendi pontunk következik, a Szabadkai Vackor Magyar Iskolás Kör előtti nevelő és gyakorló intézmény 2021. évi zárszámadásának jóváhagyása. Jaroszanikó elnök asszony az előterjesztő, de körünkben van Katona Novák Ágnes, megbízott igazgató asszony is, ő is szólni fog majd hozzánk. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanácstagok, tisztelt igazgató asszony, a Szabadkai Vackor Magyar Iskolás Kör előtti nevelő és gyakorló intézmény 2021-es évi zárszámadásának jóváhagyása van most előttünk, amely részletes indoklással táblázat formájában mutatja be a bevételeket és a kiadásokat, amelyek 2021. szeptember 1-től december 31-éig terjedő időszakra vonatkoznak. Én tisztelettel kérem önöket, hogy ezt a dokumentumot is támogassák. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igazgató asszony, jönni a szó. Köszöntöm a jelenlévőket, tisztelt elnök úr, alelnök asszony, Végrehajtó Bizottság és Magyar Nemzeti Tanács jelenlévő tagjai. A Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelő intézmény szeptemberben kezdte meg munkáját, azóta fogadja a kisgyermekeket 1 és 6,5 éves kor között. A 2021-es évben 4 hónapot működött így az intézmény. A zárszámadás tartalmazza az erre az időszakra vonatkozó megvalósított összes bevételt és kiadást. Magyar államok adományaiból, és ezen belül is a Kárpát-medencei óvodafejlesztő program keretein belül folyósításra került nem csak a 2021-es, de a 2022-es évre vonatkozó működési költségek is a tavalyi évben. Az óvoda az általa nyújtott szolgáltatásokból is valósít meg bevételeket, így a 2022-ben megvalósított bevételek 68 millió dinárt tesznek ki, melyek, mint említettem, a 2022-es évi működési költségeket is tartalmazzák. Az intézmény a 2021-es évben megközelítőleg 13,5 millió dinár kiadást valósított meg, mely magába foglalja a személyi kiadásokat, tartalmazza az alkalmazottak bérét és utazási költségeit, szakmai tanácsadók és szakemberek díjait. A szolgáltatási költségek, melyek felölik az óvoda működéséhez szükséges szolgáltatások díjait, étkeztetés, biztosítás, könyvelés, karbantartási szolgáltatások, valamint az anyagi költségeket. Ez az óvoda mindennapi munkájához szükséges felszerelések, anyagok beszerzését foglalja magában. Így megkérem Magyar Nemzeti Tanács jelenlévő tagjait, hagyják jóvá a 2021-es évre vonatkozó zárszámadást. Köszönöm szépen, megnyitom a vitát a napirendi ponttal kapcsolatban. Kíván-e valaki hozzászólni? Erdődi Edvina, alelnök asszony. Köszönöm a szót, elnök úr.
Igazából kicsit úgy éreztem, hogy valamilyen szintén kötelességem is hozzászólni, ugyanis emlékeznek rá egy előző, még a tavalyi év július folyamán ugye a Magyar Nemzeti Tanács ülésén lettem kinevezve a Vackor Igazgatóbizottság egyik tagjának. Ebből a funkcióból is kifolyólag szerettem volna hozzászólni a napirendi ponthoz. Szerettem volna elismerésemet közvetíteni a megbízott igazgatóasszony irányába. Szeretném ezeket a jó példákat, amiket ez a rövid idő alatt tapasztaltunk, tehát egy alig 5 hónapos munka van a Vackor iskoláskor előtti intézmény háta mögött. Tehát szeretném majd ezt a jó példát, amikor eljön annak az ideje is, amiről már szintén beszélgettünk, átültetni a Magyar Szó székházban létrejövő iskoláskor előtti intézmény működésébe, ami ugye a Szabadkai Vackor óvodának a kirendelt tagozataként fog működni. Igazából csak arról szerettem volna meggyőzni, arról szerettem volna szót adni, hogy a Vackor iskoláskor előtti intézmény megbízott igazgatója és a munkatársak is a helyzet magaslatán vannak, és tényleg csak pozitívumként, csak szuperlatívuszokba lehet szólni az ő munkájukról. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tessék, kíván-e még valaki hozzászólni? Aki járt ott, nyilvánvaló, hogy egyetért az alelnök asszonnyal, és ha már itt beszélgettünk kirándulásokról, egyebekről, lehet, hogy alkalmat kell majd találni, hogy a nemzeti tanács valamennyi tagja egyszer elmenjen oda és megnézze. Körbejárjuk, annál is inkább, mert hogy a jó dolgokat mindenfelé jó lenne terjeszteni is. Úgyhogy még egy adóssággal tartozom önökkel szemben, úgyhogy... Mivel úgy láttam, hogy nem kíván senki hozzászólni a vitához, szavazásra bocsátom, ki támogatja a Szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor előtti nevelés gyakorló intézmény 2021. évi zárszámadásának jóváhagyását? Ellene szavazott-e valaki? Tartózkodó? Szavazat többséggel elfogadtuk ezt a napirendi pontot is. A 9. napirendi pont következik a Pannoni Alapítvány 2021. évi munka és pénzügyi beszámolójának jóváhagyása. Jarosz Anika végrehajtóbizottság elnökasszonya teszi meg az előterjesztést, majd Bozson István ügyvezető igazgató úr fog szólni hozzánk. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanácstagok! A Pannoni Alapítvány 2021-es évi munka és pénzügyi beszámolójának jóváhagyása, illetve ezen dokumentumok állnak most előttünk. A munkabeszámolóból megtudhatjuk, hogy a járvány okozta nehézségek ellenére is sikeresen teljesítette az alapítvány a 2021-es évre kitűzött célokat és feladatokat. A munkabeszámoló külön kitér a Pannon TV-re, mely a körülmények ellenére sok esetben még bővíteni is tudta a műsorkínálatát, a Pannon Rádióra, mely a terepi adásokkal, új műsorvezetőkkel fokozott online jelenléttel tette tartalmasabbá a műsorokat, a Szabadkai Magyar Rádióra, mely folytatta a meglévő műsorok gyártását, a minőségre fektetve a hangsúlyt, a speciális műsorokra is kitér, amely keretein belül 40 élő közvetítés valósult meg, a weboldalra is kitér a munkabeszámoló, melynek az év folyamán 1.500.000 látogatója volt, a műszaki szektorra is kitérnek, amelynek fejlesztése folyamatos volt, a marketingre is kitér, melynek köszönve a reklámbevételek 5%-kal növekedtek, és a pénzügyre is kitér a munkabeszámoló, melynek köszönve racionálisabb gazdálkodással sikerült pozitív eredménnyel zárni az évet. A beszámoló táblázat formájában szemlélteti a 2021-es évi bevételeket és kiadásokat. Tisztelettel kérem Önöket, hogy ezen dokumentumokat is támogassák. Köszönöm szépen, igazgató és Beni asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt nemzeti tanács. Ahogy elhangzott a rövid bevezetőben, a Pannoni Alapítvány az elmúlt esztendőben elsősorban a járvány okozta nehéz körülmények között is sikeresen teljesítette a kitűzött feladatokat. Jó részt folyamatos és zavartalan volt a sugárzás és a gyártás. Azért mondom, hogy jó részt, mert a járvány miatt időnkénti korlátozások,
külső korlátozások, rendezvények hiánya, illetve a belső korlátozások, amiket mi foganasítottunk bent a házban, annak nyomán időnként nem tudtunk mindent olyan formában teljesíteni, ahogy azt eredetileg terveztük, de ez rajtunk kívüli okok miatt történt. Ennek a nehézségek ellenére megtartottuk a pénzügyi stabilitást, bár névlegesen egy picikét növekedett az összbevételünk, gyakorlatilag valós értékben csökkent. Az infláció, az árfolyam ingadozás miatt, és részben a piaci nehézségek miatt. Tehát egészben véve az, ami az egyéb gazdasági szervezeteket érintett, az minket sem került el. Néhány munkatársunk távozott a múlt évben, de sokkal kisebb arányban, mint a korábbi években, és ezeket is tudtuk pótolni. Az, ami számomra nagy öröm, hogy elég sok fiatal jelentkezik és szeretne itt a Pannonban dolgozni, és kiemelném a fiatalok kapcsán a jó együttműködést a tanítóképzővel, az ottani kommunikációs szakos hallgatók, azok itt gyakorolnak nálunk, és néhányan már szinte itt is vannak, itt dolgoznak. Jelentősen bővült a sugárzási területünk, ami egy nagyon fontos fejlemény. A televíziónk az egész Szerbia területén, minden platformon, tehát műholdtól kezdve, kábelen keresztül, minden platformon, szinte mindenhol fogható, látható. Kivétel a földi sugárzás, amihez külön frekvencia engedélyek kellenek, azt igazán egyelőre nem tudjuk, és nem is hiszem, hogy nagyon fogunk azért harcolni, mert egyébként minden más platformon ott vagyunk. Sikerült valamennyivel javítani a műsorok minőségén. Megtartottuk a tudósító hálózatot, sőt, egy kicsit tudtuk bővíteni is új emberekkel, és ez elég jól, azt kell mondjam, hogy elég jól működik. Belgrádtól Budapestig vannak embereink, akik dolgoznak, és ez naponta látni a televízió műsoraiban is. Ugyanakkor mi is megjelenünk a szerbiai közszolgálati tévében, arcban is, műsorokban is, és a budapesti médiában is. Hát nem túlzás mondani, hogy naponta, néha naponta, többször is. Az év végén elkezdtük a Topolyai Infoközpontnak az átvételét. Itt csak annyi az újdonság, amit azt hiszem a múltkori ülésen is elmondtam, hogy január 17-e óta gyakorlatilag átvettük annak az irányítását, és most folyamatban van annak a felújítása, a rendbehozatala, hogy az normális körülmények között tudjon dolgozni. Ezt úgy értsék, hogy az épület felújítástól egészen az emberi állomány és a műszaki háttér javításáig mindenbe bele kell fogni. De haladunk. A gondokról mit mondjam? Hát a járvány. Ez volt a legnagyobb gondunk, mint mindannyiunknak. Nekünk is ez volt a legnagyobb gondunk. Elég sok munkatársunk, jó magam is, de sok munkatársunk átesett ezen a fertőzésen. Hála Istennek most már mindenki egészséges és dolgozik, bár most is van 2-3 emberünk, aki még küzd, de ez már nem olyan borzalmas, mint az elejében. Időnként, mint ahogy mondtam, a megbetegedések miatt változtatni kellett a beosztásokon, a műsorrenden, hiányoztak emberek, nem tudtunk annyi rendezvényt produkálni, bár így is körülbelül 40 rendezvényt forgattunk vagy közvetítettünk, de ez még mindig elmarad az a mögött, ami volt korábban. Hiszem, hogy ezt a nyáron most behozzák a kollégák. És ami még egy kicsit fájdalmas, hogy igaz, hogy a műszaki felszereltséget működésbe tudtuk tartani, és tudtuk biztosítani a folyamatos gyártást
és a sugárzást, de a műszaki felszerelést nem tudtuk fejleszteni. Nem volt rá pénzünk. Ezt viszont az idén meg kell tennünk, mert a felszerelésnek egy része már túl van a 8 éven, 7-8 éven, és ez a tévés szakmában ez már messze-messze túl van az amortizációs időszakon, és fennáll a veszély annak, hogy esetleg problémák lesznek a gyártásban és a sugárzásban, hogyha sürgősen nem teszünk valamit a műszaki felszerelés felújítása érdekében. De mindenek ellenére én nagyon elégedett vagyok, a panonosok is elégedettek lehetnek, kivéve egy apróságot, nem tudtuk a béreket úgy emelni, vagy úgy kísérni a szerbiai átlagnak a növekedését, mint azt szerettük volna. Ezért ez idén, ez is az egyik legfontosabb feladatunk, hogy az emberek olyan béreket kapjanak, amelyek az itt maradásra és a panonba való maradásra készíteti őket. Köszönöm szépen! Megnyitom a vitát a napi rendi ponttal kapcsolatban. Kíván-e valaki hozzászólni? Amennyiben nem mielőtt berekeszteni a vitát, az igazgatónak szeretnék gratulálni. Tegnap ő volt az egyik fő vendége közügyeknek, és örültünk, hogy újságírói minőségében szólalt, meg kiváló kommentárokat fűzött, és elemezte a pillanatnyi ukrajnai helyzetet. Hát irigylésre méltó volt, ha az ember ugye tegnap azt hiszem, hogy egyik csatornáról a másikra kapcsolódott, büszkék vagyunk a Pannonra, hogy itt nálunk ez ilyen szinten valósult meg. Köszönjük szépen, és szavazásra bocsátanám a Pannoni Alapítvány 2021. évi munka és pénzügyi beszámolójának a jóváhagyását. Ki támogatja? Ellene szavazott-e valaki? Négyen tartózkodó, senki, köszönöm szépen, szavazattöbbséggel elfogadtuk. 10. napi rendi pontunk a Magyar Kanizsai Székhelyi Vajdasági Birkozó Akadémia Alapítvány 2022. évi munka és pénzügyi tervének véleményezése. Jarosz Anika az előterjesztő. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanácstagok! A Magyar Kanizsai Székhelyi Vajdasági Birkozó Akadémia Alapítvány 2022-es évi munka és pénzügyi tervének a véleményezése van most előttünk. A munkaterv tájékoztat arról, hogy a 2022-es év első negyedévében folytatódnak, majd a tervek szerint április végén be is fejeződnek az építkezési munkálatok. Továbbá tervek között szerepel különböző korosztályok számára edzőtáborok lebonyolítása és nemzetközi együttműködés megnyitása, jelenlegi szakmai stáb állandó továbbképzése, az orvosi rendelő megfelelő diagnosztikai és rehabilitációs eszközökkel való felszerelése, nyitást más rendezvény szervezők felé tervez az intézmény, hogy ezáltal bevételre tehessenek szert, a dolgozók számának a bővítését is tervezik, úgy mint a rendezvényszervező, a marketing szakember, a karbantartók, illetve sofőrök alkalmazását. A hazai és külföldi médiákkal való minél szélesebb körű együttműködést is tervezi az intézmény. A pénzügyi terv áttekinthetően bemutatja a 2022-es évi költségvetést, amely tartalmazza a tervezőket, bevételeket és kiadásokat. Tisztelettel kérem Önöket, hogy támogassák az előttünk álló dokumentumot is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tessék, kíván-e valaki hozzászólni a napirendi ponthoz? Amennyiben nem, verekeszteném, de engedjék meg, hogy tegnap Magyar Kanizsa önkormányzata életművében részesítette Bárit Zoltánt, aki nem csak ezért másoknál sem tud itt lenni. Tiszta szívből gratulálunk neki, és hát a Virkozó Akadémiában is azt hiszem, hogy annak a kialakításában óriási szerepet vállalt. 11. napi rendi pontunk következik. Szavazást. Igen. Ki támogatja a Magyar Kanizsai Székhelyi Vajdasági Virkozó Akadémia Alapítvány 22. évi munka és pénzügyi tervének véleményezését? Ellene kiszavazott. Tartózkodó. Igen. Köszönöm szépen, szavazattöbbséggel elfogadtuk, és elnézést itt. Gratulációban a lényegről feledkeztem meg. Az Entrei Történelmi Levéltár 2022. évi pénzügyi tervének jóváhagyása következik. Előterjesztő Jarosz Anikó lesz, és ifjú Fodor Istvánt külön üdvözöljük, köszöntjük, hogy jelen van, és őt is megkérjük majd, hogy szóljon a beterjesztett dokumentumról.
Tisztelt elnök úr, tisztelt tanácstagok, tisztelt igazgató úr! A zentai történelmi revétel 2022-es évi pénzügyi tervének a jóváhagyása szerepel ezen napirendi pont alatt, amely táblázat formájában szemlélteti a 2022-es évre tervezett programok megvalósítására előlátott eszközöket, valamint tartalmazza a program tevékenységek, projektek listáját is. De hogy mit tartalmaz ez a lista, illetve a dokumentum igazgató úr elmondja részletesebben, tisztelettel kérem önöket, hogy támogassák az előttünk álló dokumentumot. Ifjú Fridor István igazgatójára szól. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt Magyar Nemzeti Tanács. A zentai történelmi levéltár tevékenységi és fejlesztési programjának megvalósítása ugyanazokon az alapokon folytatódik idén is, mint az előző években. A személyi juttatásokra szolgáló eszközöket a zentai és az óbecsei községi költségvetésekben, a folyó kiadásokra szolgáló eszközöket pedig azon öt község költségvetésében biztosítják, amelyekben a tevékenységünket ellátjuk, ezek pedig Zenta, Óbecse, Magyarkanizsa, Ada és Szent Tamás. Az intézményünk teljes költségvetésének mintegy 70%-át biztosítja Zenta község, 20-at Óbecse és mintegy 10-et a másik három község. Mivel a levéltárat társfinanszírozó községektől az előző években rendszeresen érkeztek a pénzeszközök, ezt reméljük, hogy a folyó évben sem fog változni. Az állandó költségekre, a szerződések alapján kifizetett költségekre és az anyagi költségekre pedig az előző évvel megegyező mennyiségű pénzeszközöket láttunk elő. Nagyobb pénzösszeget idén fémpolcok beszerzésére, illetve a tavaly augusztus óta zajló IPA projektunk megvalósítására láttunk elő. Ez utóbbi esetében a költségek mintegy 95%-át az Európai Unió és a Vajdaság Autonóm Tartomány biztosítja. A szakmai programjaink megvalósítása idén is az egyes pályázatokon való részvétel sikerességétől függ. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tessék, megnyitom a vitát a napi rendi ponttal kapcsolatban. Kíván-e valaki hozzászólni? Berekeztem, hogy tehát is szavazásra bocsátom. Ki támogatja a zentai történelmi levéltár 2022. évi pénzügyi tervének jóváhagyását? Ellene szavazott-e valaki? Tartózkodó? Négyen. Köszönöm szépen. A végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyása a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2022. évi munka és pénzügyi tervének jóváhagyása kapcsán. Itt már végrehajtó bizottsági döntésről van szó. Előterjesztő Jarasz Anikó indokolni is fogja, hogy miért döntött a végrehajtó bizottság erről a dokumentumról és a következőről. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanácstagok! Mint ahogyan elnök úr már említést is tett róla, jogosan tehetik fel a kérdést, hogy a végrehajtó bizottság miért hozott sürgősségi eljárásban döntést a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, valamint a Fórum Könyvkiadó Intézet 2022-es évi munka és pénzügyi tervének jóváhagyása kapcsán. A válasz pedig erre az, hogy a tartományi kormány a két intézménytől követelte a költségvetését, amelynek záros része kell, hogy legyen a Magyar Nemzeti Tanács, azaz ez esetben a végrehajtó bizottság jóváhagyása, záradéka, illetve támogatása. Tehát a végrehajtó bizottság jóváhagyta a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet 2022-es évi munka és pénzügyi tervét, amelynek munkaterve négy kiemelt fejlesztési területre fókuszál, ezek pedig a Vajdasági Magyar Kultúra közösségteremtő és építő szerepének az erősítése, a Vajdasági Magyar Nemzeti Közösség tárgyi és szellemi kulturális örökségének gondozása és digitális mentése, a Vajdasági Magyar Kulturális Alkotás, azaz a kortárs kultúra korszerű intézményi feltételeinek segítése, valamint az esélyegyenlőség biztosítása a kulturális javakhoz és a szolgáltatáshoz való hozzáférés, mégpedig a nyitott kultúra eszközrendszerével. A pénzügyi terv táblázat formájában áttekinthetően mutatja be a 2022-es évre tervezett bevételeket és kiadásokat. Tisztelettel kérem önöket, hogy erősítsék meg és támogassák a végrehajtó bizottság által már meghozott záradékot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet két dokumentumával kapcsolatban. Kíván-e valaki hozzászólni? Figyelmükbe ajánlom a Nemzeti Tanács jelentésében, beszámolójában és a jövő évi tervek szempontjából is az a digitalizálási folyamatnak a megvalósulását, ami azt hiszem, hogy hihetetlen módon mutatja be értékeinket, és hát
azt hiszem, hogy aki egy kicsit kutatással vagy vajdossággal, délvidékkel szeretne foglalkozni, a Hamadiát, azt hiszem, hogy lassan megkerülhetetlen honlapként kezeli. Berekeztem a vitát és szavazásra bocsátom. Ki támogatja a végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyását a Vajdasági Magyar Művelődés Intézet 2022. évi munka és pénzügyi tervének jóváhagyása kapcsán? 30, igen. Ellene szavazott-e valaki? Tartózkodó? Ketten. Köszönöm szépen. Szavazat többséggel elfogadtuk. A végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyása a Fórumkönyvkiadó Intézet 2022. évi munkatervének és programjának, valamint pénzügyi tervének véleményezése kapcsán. Jaraszanikót kérem az előterjesztésre. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanácstagok! Tehát ez esetben is a végrehajtó bizottság sürgősségi eljárásban hozott döntést és támogatásban részesítette a Fórum Könyvkiadó Intézet 2022-es évi munkatervének és programjának, valamint pénzügyi tervének meghozatalát. A munkaterv és a programterv ismerteti az intézet működési elvét, misszióját, vízióját, tevékenységét, részletesen bemutatja a 2022-es évi kiadói tervet, külön kitér az online térre, az e-könyvekre, a magyar nyelvi kulturális központ kialakítására Újvidéken, míg a pénzügyi terv táblázat formájában szépen szemlélteti a 2022-es évre tervezett bevételeket és kiadásokat. Tisztelettel kérem Önöket, hogy ez esetben is támogassák a végrehajtó bizottság záradékát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát a 13. napi rendi ponttal kapcsolatban. Kíván-e valaki hozzászólni, amennyiben nem berekezt a vitát és szavazásra bocsátom? Ki támogatja végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyását a Fórum Könyvkiadó Intézet 2022. évi munkatervének és programjának, valamint pénzügyi tervének véleményezése kapcsán? Ellene kiszavazott? Egy. Tartózkodó? Hárma. Szavazat többséggel elfogadtuk. Köszönöm szépen. A végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyása a Törökkanizsa községi iskoláskör előtti intézmények hálózatának véleményezése kapcsán. Jaraszanikó elnökasszony, kérem meg, hogy ismertesse az anyagot. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanácstagok! A végrehajtó bizottság támogatta a javasolt Törökkanizsa községi iskoláskör előtti intézmények hálózatának kiegészítését, amely valójában azt foglalta magába, hogy a hálózatba bekerül a majdáni óvoda is, így megteremtődik annak a lehetősége is, illetve megteremtőnek a feltételek arra is, hogy elinduljon az oktatónevelői munka ezen épületben is. Tisztelettel kérem Önöket, támogassák a dokumentumot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tessék. Megnyitom a vitát, kíván-e valaki hozzászólni, amennyiben nem berekeztem. Ki támogatja a végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyását a Törökkanizsa községi iskoláskör előtti intézmények hálózatának véleményezése kapcsán? 32, igen, ugye az egyhangulag minden. Köszönöm szépen. A tanács ügyrendje 32. szakaszának 8. bekezdésével összhangban előterjesztések együttes megvitatását javaslom. Ezúttal a 15-től a 26. napirendi pontokig, tekintettel arra, hogy azok témája egy-egy közoktatási intézmény igazgató választási, illetve iskolaszéki tagcserének eljárásával kapcsolatos javaslatom szavazásra bocsátom. Ki fogadja el a javasolt napirendi pontok összevonását? Egyhangulag elfogadtuk, köszönöm szépen. A 15-től a 26-ig az elnökasszony megkérném, hogy ismertesse ezeket a napirendi pontokat, azután pedig egyenként szavazni fogunk majd róluk. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt tanácstagok! Tehát a 15-ös és a 26-os napirendi pontok közötti szakaszban oktatási intézmények igazgató és iskolaszéki tagjainak kinevezéséről lesz szó. 10 esetben igazgatóválasztásról, míg 2 esetben iskolaszéki tagcseréről. Külön kiemelném a Szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium igazgatóválasztását, mely a Magyar Nemzeti Tanács intézmény, Magyar Nemzeti Tanács társalapított intézménye, illetve a Palicsi Miroslav Antich Általános Iskola, a Szabadkai Egészségügyi Középiskola, illetve a Szabadkai Iván Szárics Műszaki Középiskola igazgató választását, hiszen ezen intézmények kiemelt jelentőségű intézményei a Magyar Nemzeti Tanácsnak. Az iskolaszéki tagcsere kapcsán pedig kiemelném, hogy a Tornyosi Tömörkény István és a Nagybecskereki Szonya Marinkovics Általános Iskola esetében
hiszen kiemelt jelentőségű intézményei, kiemelt jelentőségű általános iskolái a Magyar Nemzeti Tanácsnak, így az új iskolaszéki tagokat mi javasoltuk. Ezen esetekben a Magyar Nemzeti Tanács Oktatási Bizottsága is véleményt formált szavazás útján, és minden esetben támogatta a jelölteket. Tisztelettel kérem Önöket, hogy támogassák az előttünk álló napirendi pontokat is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát ezekkel a napirendi pontokkal kapcsolatban. Tessék parancsolni. Új tanácstagtárs képviselőnk Valogi András. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselő hölgyek és képviselő urak. Valogi András vagyok, és ahogy az elnök említette, új tanácstag, ebben a hátam alatt időben itt leszek, és még azt szeretném mondani, hogy Torontálvásárhelyről jövök, és az oktatásban dolgozok, azért szeretnék hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz. Igaz, hogy Dél-Bánatból jövök, de kötődésem van épp ehhez az iskolához a 26. napirendi pont alatt, tehát a Szonya Marinkovics általános iskolához. Igaz, hogy közvetlen, de elég sokat dolgot tudok erről az iskoláról. Lehet, hogy sokan megkérdezik, hogy miért szólok föl épp ezen a napirendi ponton, mert ez csak egy iskola szék tagjának a cseréről van szó, és ez nagyon egyszerűen menne. Az egyik gondom el a dologgal, hogy ez a dolog körülbelül másfél évvel ezelőtt kellett volna megtörténjen. Tehát másfél éve van ez az úr az iskolaszékben, érdekütközésben, és nem csak ő, hanem rajta kívül még két tag ilyen érdekütközésben van. És ezt nem is vették volna lehet észre, hogyha nem lett volna az elmúlt időszakban kiírva az igazgatói pályázat, amire és erre a dolgokra a szakszervezet elnöke hívta fel a figyelmét az iskola vezetőségének. Na most ebből kiindulva azt is szeretném mondani, hogy elég az igazgató választás és a pályázat meg lett döntve, és a napokban kell ki legyen írva újra. És ezt szeretném, és most nem kritizálni szeretnék, és nem valami rossz hiszemű módon szeretném ezt kivinni, hanem szeretném átadni a kollektívnak a fohászát abba az irányba, hogy az iskola igazgatója vezetőségével elég rossz a viszony, és nincsenek megelégedve ebben. Azt szeretném átadni még, hogy változást szeretnének. Nem részletezném a dolgokat, azért mert valószínűleg, amikor majd az igazgató választás lesz, erről még tudunk beszélgetni. Csak azt szeretném mondani, hogy az igazgató választás alapján megdöntött pályázat után feljelentést kapott az iskola vezetősége, a tanfelügyelőknél, az iskola igazgatóságnál, és a tanfelügyelő 13 oldalas jegyzőkönyvben írta le a mulasztásokat, a halasztásokat, többek között ezeket az iskola szék tagjainak az érdekbeütközésüket. Újra kérem, hogy ezekről a dolgokról nagyon gondolkozunk el, amikor kijelöljük ezeket az embereket. Tudomásomba véve, mivel ki kell írni az igazgatói pályázatot a napokban, fontosnak tartom, hogy ezeket az új tagokat kinevezzük. Azonban lehet, hogy nem épp a legjobb megoldás ennek a hölgynek a kinevezése, mivel hogy az iskolához kötődése annyi, hogy a kb. 40 évvel ezelőtt fejezte be a gimnáziumot, és ahogy itt írja, bocsánat, csak megnagyobbítsam és feltegyem a szemüveget, mert nem igazán látom. Itt azt írja, hogy az iskolával a kötődése, az iskolával és a tanulókkal való együttműködés a kultúra és a hagyományápolás terén. Ez mind nagyon szép és jó, de lehet, hogy megfelelőbb lenne a kultúrában. Nem egy iskolában, ahon lehet, hogy valaki olyan kellene, akinek több köze van a pedagógiához, és aki nem csak azért van ottan, hogy felemelje a kezét, hanem hogy komolyan dolgozzon ebben a testületben, és hogy a magyar oktatásnak az érdekét szolgálja hatékonyabban. Ebből kiindulóan nem fogom támogatni ezt az ajánlatot, de nem is fogok ellene szavazni, mert nagyon fontos, hogy a testület hatóképes legyen, és hogy meg tudják választani az új igazgatót az elkövetkező időszakban.
megkérném a tisztelt elnök urat és a Nemzeti Tanácsot, hogy használják ki a befolyásukat és a tiszteletüket azzal, hogy segítsenek ennek a kollektívnak a gondját megoldani, és hogy úgy nevezzenek ki új igazgatót, hogy ez megfeleljen először is az iskolának, mint kiemelt jelentőségű intézménynek, a Magyar Nemzeti Tanács számára, hogy megfeleljen a pedagógusoknak, mert csak elégedett és motivált pedagógus akkor tud bemenni a tanterbe és normálisan, hatékonyan előadni, hogyha elégedett, és hogy ez javára szolgáljon a magyarságnak is a szorványban. Köszönjük szépen a tájékoztatást. Tessék, kíván-e még valaki hozzászólni? Menjen Pletikosz, itt Ildikó. Tisztelt Nemzeti Tanács! Én a Szabadkai Egészségügyi Középiskola kapcsán szeretnék kérdezni. Gondoltam, hogy a fölterjesztésben majd lesz egy kiegészítés, hiszen az, akit itt most támogatnunk kellene, már visszavonta a pályázatát, tehát új pályázatot írt ki az iskola. Nyilván, hogy akkor ezt a procedúrát valószínűleg le kell folytatni, de nem látom értelmét annak, hogy valaki, aki visszavonta már a pályázatát, hogy akkor most mi arról szavazzunk. Egyébként kihasználom az alkalmat arra, hogy újra elmondjam azt, amit itt már nagyon sokszor elmondtam, hogy próbáljanak meg hatni arra, hogy a politika ne avatkozzon be ennyire az iskolák életébe. Tudjuk, hogy valamennyire bele kell avatkoznia, de az, hogy az iskolák működése kerül kérdés tárgyává válik, az viszont már megengedhetetlen. Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben a koalíciós partnerek vitájáról, a különböző politikai egyezkedésekről és a különböző politikai adok-kapok csereberéről van szó, és közben iskolák válnak működésképtelenné és kaotikussá. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tessék, kíván-e még valaki hozzászólni? Molnár Attila, igazgató. Tisztelt elnök úr, alelnök asszony, tisztelt tanácstagok. Hát nagybecskerekről jövök. Tudok annyit mondani, hogy én támogatni fogom Bukovics Évát. Igaz, hogy oktatással nem dolgozik az iskolában, de még mennyire együtt dolgozik velem is, meg Jelenával, az igazgatónővel. Petőfinek a munkatársa, és sokszor együttműködünk. Szonya Marinkovics általános iskola nagyon közel áll a Petőfinek, mint ahogy a Muzslaiak együtt működik a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesülettel. Bukovics Éva tényleg teljesen megfelelő személy erre a munkahelyre. Én nem mondanám, hogy nem vagyok tagja annak az iskolának, Szonya Marinkovics általános iskolának. Ismerem az igazgatónőt, nagyon jó, 2015 óta együttműködünk. Nagyon helyes, korrekt, mint igazgató. Ha problémák vannak abban az iskolában, szerintem az eldől majd, amikor választás lesz. Az igazgató választás. Másik dolog, nem értem, hogy a szakszervezet, ha egy és fél éve tudta, hogy probléma van az iskolába, miért nem jelezte előbb? Szintén tudjuk, hogy abban az iskolában problémák voltak a jogásza, mert a jogász súlyosan beteg, és meg lehet az is egy probléma, ami okozta ezt, de reméljük, hogy minden, vagyis tudjuk, hogy minden rendben lesz. Én csak ennyit akartam, úgyhogy köszönöm szépen. Jaroszlav Nikó, kérsz, replika lenne? Tessék akkor Balogh András. Lehet, hogy nem biztos, hogy jól fejeztem ki magamat, és lehet, hogy félreértettétek a dolgot. A szakszervezet akkor szerzett tudomást a szakszervezet elnöke, akkor szerzett tudomást arról, hogy érdekütközésben vannak ezek a tagok, amikor ki lett írva már két hónapja az iskola igazgatóra pályázat, igazgatóságra pályázat. Tehát ekkor vették észre, mikor volt ez az ülés, ez a
hogy is mondják ennek a, ez bizottságnak az ülése, amikor volt az igazgató választás bizottságának az ülése, akkor vették észre ezt a hiányosságot, és rögtön föl lett hívva a figyelme az iskola vezetőségének erre, és akkor jöttek rá, hogy még két emberről van szó. Az egyik valójában egy szülő volt, akinek a gyermeke szeptembertől nincs az iskolában, a másik pedig ugyanúgy egy szülői oldalról ajánlott tanács, iskolaszéki tanácsnok, aki ugyanúgy községi képviselő a városházán. Tehát ekkor kaptak tudomást róla. A másik dolog, én megértem azt, hogy a jogász beteg, és hogy nem volt bent az iskolában egy ideig, de valószínűleg helyette valaki csinálta ezt a munkát, és ezt tehát biztos meg kellett volna oldják. Sajnos tudomásom van, hogy gond van ebben az iskolában, és ezért kérem, nem kritizálni szeretnék, és nem tudom valakinek szemébe szúrni, hanem azért hívnám fel az embereket, hogy figyeljenek oda arra, hogy mert ez kiemelt jelentőség iskola, figyeljünk oda, hogy ki az igazgató, hogy dolgozik, és hogy hogyan fogadják őt el a munkások. Mert nem az igazgató van itt nem a munkások vannak itt az igazgató miatt, hanem az igazgató van itt az intézmény miatt. Sok mindent tudok még erről az iskoláról, és sok minden van még, ami háttérben van, de nem szeretnék most szennyest hozni, de ki nem azért jöttem. Most ebben az alkalommal tényleg azért fordulok az nemzeti tanácshoz, hogy próbáljuk ezt olyan módon megoldani, hogy megfeleljen először is a tanulóknak, másodszor a munkásoknak, harmadszor pedig biztosan, hogyha ez megoldódik, akkor ez biztos javára lesz a magyar nemzeti tanácsnak és a magyar kisebbségnek is a szórványban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tessék, kíván-e valaki hozzászólni? Jaroszanikó, bocsánat. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanácstagok, engedjék meg, hogy még csak annyit kiegészítésül elmondjak én is ezen intézmény kapcsán, tehát a Nagybecskereki Szonya Marinkovics általános iskola nem, hogy csak kiemelt jelentőségű intézménye a Magyar Nemzeti Tanácsnak, hanem egy olyan intézmény, ahol többségében magyar nyelvi oktatás folyik, hiszen 117 gyermek tanul magyarul és 52 gyermek szerbül. Fontos ez az intézmény a számunkra, mind a központi épülete, mind pedig a kihelyezett épülete, amely Szent Mihályon, az a Magyar Szent Mihályon helyezkedik el. Ebben az intézményben 46 tanuló tanul, és csak magyar nyelvi oktatás folyik. Az elmúlt időszakban mi nagyon jó együttműködést valósítottunk meg az intézmény vezetőjével. Erről az is tanúbizonyságot tesz, hogy 2020-ban Szent Mihályon szernyelvi kurzust is tudtunk szervezni, ahol 12 gyermeknapi szinten jelen volt az órákon. Tehát az együttműködés az intézménnyel, az intézmény vezetőivel kifogástalan volt az elmúlt időszakban, és az, hogy ekkora időveszteség, vagy ennyivel később tudtuk csak mi megkapni itt az iskolaszéki tagra való kinevezésre szóló kérelmet, nem biztos, hogy csak az intézménynek a hibája, hiszen a kérelmet a városi képviselőtestület elnöke küldte. Lehet, hogy az intézmény ezt időben jelezte a városháza vagy a képviselőtestület felé, és ott ragadt le ez a kérelem. Ami pedig a szabadkai egészségügyi iskola igazgató választásával kapcsolatos kérdés, vonatkozó választ talán. Annyit szeretnék elmondani, hogy ezen intézmény kérelme december 27-én érkezett a hivatalunkba, míg a végrehajtó bizottság, azt megelőzően az oktatási bizottság december 29-én, míg a végrehajtó bizottság december 30-án hozta meg a döntését, és támogatásban részesítette Rácz Szabó Hermina, szabadkai lakos, angol nyelvszakos tanár kinevezését. Hogy mi történt közben, hogy a jelölt visszavonta kérelmét, hogy a pályázat meg lett semmisítve, erről nekünk hivatalos értesítés nem érkezett, ezért én tisztelettel kérem önöket, hogy a végrehajtó bizottság által meghozott záradékot fogadják el, és ezt erősítsék meg, hiszen ez a dokumentum van előttünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azonnal átadnám a szót, csak megkérném Lulik Jemil hivatalvezetőt, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban, az egészségiskolával kapcsolatban röviden ismertesse
a jogi hátteret. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt Magyar Nemzeti Tanács, mind ahogy azt Jarasz Anikó elnök asszony is mondta, tehát ők a beérkezett kérelem alapján kellett, hogy a végrehajtó bizottság, hogy meghozza a döntést ebben a kérdésben, és akkor, amikor ez a döntés meg lett hozva, a végrehajtó bizottság előtt mindössze egyetlen egy érvényes pályázat volt, és a végrehajtó bizottság ebben a pillanatban nem tehetett semmi mást, hogy ebben az eljárásban, hogy támogassa az igazgatójelöltet, és ez által a záradék, amit akkor hozott, függetlenül attól, hogy azóta mi történt, érvényes, és a Magyar Nemzeti Tanács alapszabály ügyrendje értelmében ezt a testületnek jóvá kell hagyni. Szerintem egy ilyen helyzetben, ahol egyetlen egy jelöltről szólt ugye a kérdés, itt teljesen egyértelmű a kérdés, és sejtem, hogy egyhangulag lesz elfogadva ez a, jóváhagyva ez a végrehajtó bizottsági döntés, és hogyha elnök úr megengedi, még reflektálnék csak egy másik felvetésre, mely szerint az iskolaszékbe javasolt tagnak nincs oktatási tapasztalata. Szerintem itt, aki a tanügyben járatos, és gondolom, hogy a tanácstag úr is járatos, tudja, hogy az iskolaszéknek az összetétele az tripartit, melyben három tanár, tehát akinek tanügyi tapasztalattal egyértelműen rendelkeznie kell, három szülő, akinek ugye egész másfajta tapasztalattal kell rendelkeznie, és az alapító képviseletében három olyan személy, aki, mint ahogy hallottuk is, nem szabad, hogy tanár legyen, nem szabad, hogy ilyen tapasztalata legyen, úgymond, úgyhogy sejtem, hogy itt a végrehajtó bizottság, amikor javasolta ennek a személynek a kinevezését, akkor nem a tanügyi, hanem az egész más, mint ahogy hallottuk, kulturális tapasztalata mentén tette ezt. Tehát épp azért nem lehet tanügyi tapasztalata, mert összeférhetetlenség lenne, amely látjuk, hogy nem megengedett. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tessék parancsolni. Szeretnék igazítani egy dolgon. Én volt, két mandátumon voltam a Toronto Vásárhelyi Iskola igazgatója, és még 6 hónapig voltam megbízott igazgató. Elengedhetetlen dolog az, hogy iskolában másfél évig nincs tudomásuk arról, hogy érdekütközésben van az iskolaszéknek a tagja. És ez merem állítani, hogy ezt nem tudták. Ezt ők nem tudták, nem akadt meg ez sehol. Hanem abban a pillanatban, amikor még egy jelentkező jelent meg az igazgató választáson, tehát pályázaton, akkor gyorsan kaptuk a fejük, hogy mit csinálják, hogy oldják meg, mert én nem szeretnék mostan találgatni, de fönnállt a veszély, hogy a jelenlegi igazgató nem fogja megkapni a támogatást a tantestülettől. Úgyhogy ez egy szalajtás volt. Én nem kritizálni akarok, bár azt tettem most, és vannak még dolgok, amiket nem fogok kimondani itt ma. Én újra avval fordulok a Nemzeti Tanácshoz, hogy próbáljunk olyan megoldást találni, ami mindenkinek jó lesz. Tehát itt ne azt nézzük, hogy mennyire jó a közreműködés a Nemzeti Tanácsnak az igazgatónővel, hanem mennyire jó az igazgatónőnek a közreműködése a kollektívval, és azokkal, akik abban az iskolában dolgoznak. Mert ha azok az emberek elégedetlenek, akkor ennek biztos van valami háttere. Hogy mekkora százalékban, azt megmutatta volna a tantestületi ülés, ha nem döntik fel, most nem vonják vissza az igazgatói pályázatot, az igazgató kinevezésének pályázatát. Még egy dolgot szerettem volna, és az előbb ezt elfelejtettem. Tisztelt elnök úr, tudomásom szerint önök az elmúlt időszakban jártak Torontálvásárhelyen a Nemzeti Tanács nevében. Sajnos ezt én később csak a médiákból vettem tudomásul. Én úgy érzem, hogy remélem, hogy önök is úgy érzik, hogy én is független attól, hogy a Magyar Mozgalom listán jutottam be demokrataként a Nemzeti Tanácsba. Úgy érzem, hogy ennek a tanácsnak valami szinten a tagja vagyok, és úgy érzem, hogy én is azért vagyok itten, hogy a magyarság javáért dolgozzak, és a magyarság érdekeit próbáljam képviselni Vajdaságban, a délvidéken is. Úgy elvártam volna, hogy ha legalább az én településemben járnak, akkor valaki értesítsen erről, és hogy lehet, hogy én is ott legyek, hogyha a Nemzeti Tanács ügyeiben járunk ott. Sajnálom, hogy ez nem történt, meg remélem, hogy a következőben ilyen nem fog történni, és hogy
ezt így fogjuk elfogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, én is. Tessék, kíván-e még a napirendi pontokhoz valaki hozzászólni? Ami nem berek ezt a vitát és szavazásra bocsátom. Kitámogatja a 15. napirendi pontot, ez a végrehajtó bizottság döntésnek jóváhagyása a zentei Hófehér Kovoda igazgató választási eljárása kapcsán. Ellene kiszavazott? Tartózkodó? A végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyása a Padéi Szervómia Általános Iskola igazgató választási eljárása kapcsán. Kitámogatja a javaslatot? Ellene szavazott-e valaki? Tartózkodó? Köszönöm szépen. 18. napirendi pont, a 17. a végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyása a Palicsi Miroszláv Antich Általános Iskola igazgató választási eljárása kapcsán. Kitámogatja a javaslatot? Ellene szavazott-e valaki? Tartózkodó? 4 szavazat többséggel. Köszönöm szépen. A végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyása Szabadkai Kizur István általános iskola igazgató választási eljárása kapcsán. Kitámogatja a javaslatot? Ellene szavazott-e valaki? Tartózkodó? 4 Köszönöm szépen. A végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyása Kanaki Vukkaracsis általános iskola igazgató választási eljárása kapcsán. Kitámogatja a javaslatot? Ellene szavazott-e valaki? Tartózkodó? 4 szavazat többséggel elfogadtuk. A végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyása Vászi Petár Petrovics Nyegos általános iskola igazgató választási eljárása kapcsán. Kitámogatja a javaslatot? Ellene szavazott-e valaki? Tartózkodó? Köszönöm szépen, szavazat többséggel elfogadtuk. A végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyása Szabadkai Egészségügyi Középiskola igazgató választási eljárása kapcsán. Kitámogatja a javaslatot? Ellene szavazott-e valaki? Tartózkodó? 4 Köszönöm szépen. A végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyása a Szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium igazgató választási eljárása kapcsán. Kitámogatja a javaslatot? Ellene szavazott-e valaki? Tartózkodó? A végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyása Szabadkai Iván Szárics Műszaki Iskola igazgató választási eljárása kapcsán. Kitámogatja a javaslatot? Ellene szavazott-e valaki? Tartózkodó? Szavazat többséggel elfogadtuk. A végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyása Zombori Dr. Rip Rózsa Egészségügyi Középiskola igazgató választási eljárása kapcsán. Kitámogatja a javaslatot? Ellene szavazott-e valaki? Tartózkodó? 4 ugye? Igen, köszönöm szépen. Szavazat többséggel elfogadtuk. A végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyása a Tornyosi Tömörkény István általános iskola iskolaszéki tag cserének eljárása kapcsán. Kitámogatja a javaslatot? Ellene szavazott-e valaki? Tartózkodó? 4 A végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyása Nagybecskereki Szonya Marinkovics általános iskola iskolaszéki tag cserének eljárása kapcsán. Kitámogatja a javaslatot? Ellene kiszavazott? Tartózkodó? Szavazat többséggel elfogadtuk. Köszönöm szépen. 27. napirendi pontunkhoz érkeztünk. A végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyása az ATOSZ kiadó 4. osztályos harmadmatika egyéb taneszközének előzetes jóváhagyása kapcsán. Érasz Anika elnök asszonyt kérem meg, hogy szóljon erről a kiadványról. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanácstagok! A végrehajtó bizottság előzetesen jóváhagyta a matematika feladatgyűjtemény az általános iskolák 4. osztálya számára. Mint ahogyan elnök úr már elmondta, a kiadó az ATOSZ kiadó, és a tankönyvet 2 tekintélyes tanár, szaktanár véleményezte, az egyik őjük magyar nyelv és irodalom szempontból, tehát a lektor munkáját, a fordítási munkálatokat, illetve hibákat jelezte, míg a másik egy osztálytanító volt, aki pedig a szakmai tapasztalatát vitte bele ebbe a munkába. Én tisztelettel kérem önöket, hogy támogassák ezt a kérelmet is. A vitát ezen megnyitom, kíván-e valaki hozzászólni? Nem, verekeztem a vitát. Ki támogatja a végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyását? Az ATOSZ kiadó 4. osztályos matematika egyéb taneszközének előzetes jóváhagyása kapcsán? Egyhangulag támogattuk, köszönöm szépen. 28. napirendi pontunk, a végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyása az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium oktatási pályázata kapcsán. Jereszonikó fogja az előterjesztést megtenni. Thank you.
Tisztelt elnök úr, tisztelt tanácstagok! A végrehajtó bizottság támogatta mindazon pályázókat teljes összegben, akik benyújtották pályázataikat az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium oktatási pályázatára. Szám szerint 7 pályázó volt, mind a 7 pályázót teljes összegben támogattunk, amelynek összege, valójában az igényelt összeg 8.062.300 dinár volt. Ezt a kérelmet természetesen az Oktatási Bizottság is megtárgyalta, megvitatta elektronikus ülésén, és támogatásban részesítette. Én tisztelettel kérem önöket, hogy támogassák ezt a kérelmet is. Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát. Kíván-e valaki hozzászólni, amennyiben nem, berekeztem és szavazásra bocsátom, ki támogatja a végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyását az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium oktatási pályázata kapcsán. Egyhangulag köszönöm szépen. A tanács ügyrendje 32. szakaszának 8. bekezdésével összhangban előterjesztések együttes megvitatását javaslom. Ezúttal a 29-től a 31. napirendi pontokét tekintettel arra, hogy azok témája egy-egy művelődési intézmény igazgatóválasztási, illetve igazgató és felügyelő bizottsági tagcseréjének elérásával kapcsolatos. Javaslatom szavazása, bocsátom, ki fogadja el a javasolt napirendi pontok összevonását. Egyhangulag köszönöm szépen, tehát a 29., 30. és 31. napirendi pontok előterjesztésére Jelesz Anikót kérem föl. Tisztelt elnök úr, tisztelt tanácstagok! Tehát a 29-től a 31. napirendi pontig terjedő blokkban kiemelt kulturális intézmények személyi kinevezésére vonatkozó kérelmek szerepelnek, egy esetben igazgató kinevezésére, egy esetben igazgató bizottsági tagcserére, és egy esetben felügyelő bizottsági tagcseréről van szó. Kiemelném, hogy a Nagybecskereki Műemlékvédelmi Intézet felügyelő bizottsági tagcseréjének eljárása kapcsán az új felügyelő bizottsági tagot a Magyar Nemzeti Tanács javasolta. De 29. napirendi pontunk alatt van a szabadkai Livka Sándor Ártmozi igazgató választási kérelme. A 30. napirendi pontunk alatt van a Zombori Városi Múzeum igazgatóbizottsági tagcseréjének kérelme, valamint a 31. a már említett a Nagybecskereki Műemlékvédelmi Intézet felügyelő bizottsági tagcseréjének kapcsán beérkezett kérelem. Minden esetben a kulturális bizottság is véleményt formált a kérelmekről, a személyekről, és minden esetben pozitív elbírálásban részesítette. Tisztelettel kérem önöket, hogy tegyék önök is ezt, és támogassák a végrehajtó bizottság záradékait. Köszönöm szépen. Megnyitom a vitát a 3 napirendi ponttal kapcsolatban, mivel nincs jelentkező, szavazásra bocsátom. Ki támogatja a végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyását a szabadkai Livka Sándor Ártmozi igazgató választási eljárása kapcsán? Ellene kiszavazott, tartózkodó, szavazat többséggel elfogadtuk. A 30. napi rendi pont a végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyása a Zombori Városi Múzeum igazgató bizottsági tagcserének eljárása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? Ellene szavazott-e valaki? Tartózkodó? Senki. Igen. Tehát 28 igennel egyhangulag elfogadtuk. A végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyása a Nagybecskereki Műemlékvédelmi Intézet felügyelő bizottsági tagcserének elírása kapcsán. Ki támogatja a javaslatot? Ellene szavazott-e valaki? Tartózkodó? 4. Köszönöm szépen, szavazat többséggel elfogadtuk. A végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyása a Kishegyes Községi Kulturális Pályázat véleményezése kapcsán. Jarasz Anikó ismét a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt tanácstagok! A végrehajtó bizottság jóváhagyta a Kishegyes Községi Kulturális Pályázatok kapcsán beérkezett kérelmet, azaz javasolta, hogy mindkét pályázó, mind a Petőfi Sándor Művelődési Egyesület Kishegyes, mind pedig a Bács-Fekete-hegyi Magyar Művelődési és Helytörténeti Egyesület Bács-Fekete-hegyről, mind a két kérelmező a teljes összegben kapja meg az igényelt összeget. Ennél a kérelemnél is természetesen a Kulturális Bizottság is véleményt formált, és ezen összegeket határozta meg a Kulturális Bizottság is, amit megerősített a Végrehajtó Bizottság. Én pedig arra kérem önöket, hogy önök pedig erősítsék meg a Végrehajtó Bizottság döntését. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? Nem, berekeztettem a vitát. Ki támogatja a Végrehajtó Bizottság döntésének jóváhagyását a Kishegyes Községi Kulturális Pályázat véleményezése kapcsán?
egyhangulag köszönöm szépen. A végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyása a Kevevára községi nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba kinevezendő tagok javaslata kapcsán. Jarosz Anikó ismét a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt tanácstagok. A végrehajtó bizottság Kevevára község nemzetek közötti viszonyi tanácsába két szemét javasolt. Egyikőjük székelykevei lakos, másikőjük pedig kevevári lakos. Ezt a kérelmet a Hivatalos Nyelv és Íráshasználati Bizottság tárgyalta meg, és támogatásban részesítette. Azt kérem önöket, támogassák az áradékunkat. Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni ehhez a napirendi ponthoz? Nem, szavazásra bocsátom. Ki támogatja a végrehajtó bizottság döntésének jóváhagyását a Kevevára községi nemzetek közötti viszonyügyi tanácsba kinevezendő tagok javaslata kapcsán? 30-an. Ki van ellene? Tartózkodott-e valaki? Ketten. Szavazat többséggel elfogadó. Köszönöm szépen. 34. napi rendi pontokhoz érkeztünk. Egyéb kérdések, időszerű kérdések. Kíván-e valaki élni ennél a napi rendi pontnál a hozzászólás jogával? Amennyiben nem, akkor engedjék meg, hogy megköszönjem mai részvételüket, és tájékoztassam önöket, hogy testületünk következő ülését áprilisban fogjuk tartani. Két opció van ebben a pillanatban, tekintettel arra, hogy a húsvét az 17-ére esik, és ebből adódóan, ugye, hogy hogyan a nagypénteki nap nem a legszerencsésebb a péntek ülésekre, a következő nagypéntek pedig az állami ünnep az ortodox húsvét miatt, tehát két lehetőségünk van, vagy előtte, hogyha az igények megkövetelik, vagy pedig a két húsvét ünnep után fogjuk tartani ülésünket. Tájékoztatásképpen tartottam fontosnak elmondani, most márciusban semmiképpen se tartunk ülést. Mindenkit arra kérek, hogy vigyázzon magára és egészségére. Köszönöm szépen részvételüket!